Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hát külön is köszönöm a megelőlegezett bizalmat, nem elsősorban irányomban, hanem a téma iránt. Ugye a felvetésének az volt a címe, amikor Mihállyal beszéltünk arról, hogy mindenki beszéljen valamiről, ami neki fontos, meg szívügye. Én igyekeztem valamit választani, ami nem kifejezetten a szívügyem. Viszont úgy éreztem, hogy végigolvasva a programot, hogy muszáj valamiről beszélni. És ez a valami az, amit én itt folyamatosan idézőjelbe fogok mondani, még akkor is, hogyha ez nem hallatszik és nem látszik. Ez pedig a fotoművészet. És a Zsuzsi most nyugodtan csingelhetne. Hoztál a rangot? Nem tudom. Bocsánat. Szóval, hogy mindig idézőjelbe fogom mondani, nem zárójelbe teszem, ez nem jelenti azt, hogy tagadnám, vagy jobbra kell állni a képbe, vagy negligálnám ennek a entitásnak a létét, hanem azért teszem idézőjelbe, mert azt tételezem, hogy itt egy olyan fogalommal állunk szembe, amely bár meglehetősen régóta van használatban, 120-30 éve egészen biztosan, tehát nem egy idős a fotográfiával, mint technikával, azt hiszem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Tehát, hogy úgy tételezem ezt a fogalmat, mint amiről, vagy amit körül kell járni, amit egy kicsit közelebbről és alaposabban meg kell vizsgálni, annak ellenére, hogy a 19. századi mindenféle izgalmas vagy kevésbé izgalmas vitáktól eltekintve, majdhogy nem evidenciának tekintjük, vagy tekintik ennek a szónak a jelentését egyrésztről, másrésztről pedig a használatát. De hogyha fölteszem a kérdést magamnak, vagy mások föltennék a kérdést maguknak, hogy tudjuk-e pontosan, hogy mit jelent az, hogy fotoművészet, akkor vagy valószínűleg példákat kellene sorolnunk, tehát képekről kéne beszélnünk, vagy pedig úgy érzem, és ugye ez az egyik állításom, hogy nehéz helyzetbe kerülnénk, mert nagy valószínűség szerint nem tudnánk egyértelmű és maradéktalan meghatározást adni, illetve nem tudnánk elmondani azt, hogy pontosan mit is takar ez a fogalom, hogy fotoművészet. Épp ezért én nem azt mondom, hogy ez egy előadás, én inkább úgy fognám ezt föl, mint egy gondolatmenetet, ez mondjuk az én koncepcióm, amit szeretnék most elővezetni, és remélhetőleg időben eljutok a végére, és akkor szeretném ezt az egyoldalú viszonyt megváltoztatni, és már most mindenkit arra invitálni, hogy kérdezzen, vagy vitatkozzon, esetleg kötözködjön. Szóval hogy az lenne jó, hogyha lenne valami reakció erre az egészre, hiszen azért szeretnék erről a dologról beszélni. Így összefüggésében, vagy egészben, ahogy ezt most itt megpróbál majd elővezetni, nem beszéltem én még a fotoművészet fogalmáról. Részleteiben igen, szerintem sokaknak itt sok minden ismerős is lesz ebből a sokféle megközelítési módból, illetve lehetőségből. Viszont nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy erre reagáljanak, és ebből kialakuljon egy ilyen érdemi és hasznos vita. Szóval hogy ezért a címe ennek a kis gondolatmenetnek az, hogy mi az, hogy fotoművészet, és egy kísérlet egy fogalom meghatározására. Tehát itt egy kísérletről van szó, még egyszer, tehát nem fogok definíciókat felolvasni, illetve nincsen egyértelmű és jól körülhatárolt válaszom erre a kérdésre, és azt gondolom, hogy ez továbbra is megmarad itt a kísérlet keretei között. Itt felsoroltam magamnak az elejére számos kérdést, és ez mindjárt mutatja azt, hogy miért problematikus az, hogy mi is az, hogy fotoművészet. Ugye a fő kérdés tulajdonképpen az, hogy milyen megközelítésben beszéljünk magáról a fogalomról. Tehát, hogy honnan közelítsünk hozzá, milyen területről. Ugye idézhetjük nyugodtan, vagy emlékezetünkbe idézhetjük Walter Benjaminnak a jól ismert, gyakorlatilag inkább hírhet, mint híres
állítását, vagy megállapítását, hogy ugye annyit vitatkoztak azon hosszú évtizedeken keresztül, hogy művészete a fotográfia vagy sem, hogy időközben elfelejtették föltenni azt a kérdést, hogy mennyiben változtatta meg a fotográfia a művészetet. Én azt gondolom, hogy ezt félre szoktuk, vagy könnyen félreértjük ezt az állítást. És akkor ugye a másik híres szövegében Benjamin ezt úgy formálja meg, hogy a fotoművészek addig-addig forgolódtak a művészet ítélő széke előtt, míg nem végül is ezt az ítélő széket felborították. Amiből számomra ugye az következik, hogy ha nincs olyan ítélő szék, ami előtt mérni lehetne azt, amit ez a fogalom elvileg takar, ha tudjuk egyáltalán, hogy mit takar, akkor borzasztó nehéz helyzetben vagyunk, és pontosan ezt a nehéz helyzetet szeretném majd itt valamilyen módon bemutatni, hogy akkor tulajdonképpen miként és hogyan is akarunk erről a fogalomról beszélni. A másik fontos, hogyha ugye a művészet ítélő széke ilyen labilis vagy bizonytalan lábakon áll, vagy legalábbis állt, amikor Benjamin mindezt megfogalmazta, akkor nyugodtan feltehetjük magunknak a kérdést, hogy milyen művészet fogalom felől akarjuk a fotoművészet fogalmát megvizsgálni. Tehát itt most egy szembeállítással van-e dolgunk, vagy analógiával, összehasonlítással, vagy valami mással. Ugyanígy feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy tekinthetjük, vagy vizsgálhatjuk-e magát a fogalmat, a fotoművészet fogalmat önmagában. Ugye? Tehát, hogy lehet-e ez valami zárt entitás? Lehet-e erről úgy beszélni, hogy minden mást figyelmen kívül hagyunk, mint ahogy egyébként nem a utóbbi 15-20 évben íródott fototörténeti munkák azok, amelyek ebben a perspektívában vizsgálják a fotográfia történetét, hanem korábbi művek, amelyek kifejezetten valamifajta művészettörténeti diskurzus részeként gondolják el a fotoművészetet, anélkül, hogy bármiféle kapcsolatot keresnének éppen az aktuális társművészetekkel, miközben a fotográfiát vizsgálják, aminek van egy olyan pikantériája, hogy soha nem csak azokról a törekvésekről van szó, amelyeket általában abban a korban aktuálisan mondjuk művészetként értettek, hanem gyakorlatilag minden másról. Ugyanígy föltehetjük magunknak azt, hogy esetleg az intézményekből induljunk-e ki, ugye? Tehát hogy vizsgáljuk-e meg azt, hogy múzeum, galéria, kiállítótér hol, mikor, hogyan jelenít meg fotográfiai alkotásokat, és akkor ez alapján ítéljük-e meg azt, amit fotoművészetként tételezünk. Van-e ennek így önmagában értelme, van-e ezre egyáltalán lehetőség, abban az értelemben, hogy nem szenvede csorbát egy ilyen megközelítés amiatt, hogy megint csak csomó mindent zárójelbe teszünk, illetve figyelmen kívül hagyunk. Ugyanígy azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdés lehet. Ezekre én nem biztos, hogy fogok ám mind válaszolni, azért ezt most így előre hozzátenném. Szóval legalább ilyen fontos az, hogy foglalkozzunk-e például a kulturális vagy a regionális sajátosságokkal. Ugye? Tehát, hogy van-e olyan, hogy univerzálisan vagy egyetemesen, hogy fotoművészet, vagy mást értünk, vagy kellene értenünk fotoművészet alatt mondjuk nem tudom, kelet-afrikai vagy nyugat-afrikai országokban, Közép-Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban vagy Magyarországon. Hogy el lehet ettől tekinteni. Nyilván ez a helyzet most nem lenne alkalmas arra, hogy egy ilyen komparatív vizsgálatot lefolytassunk, meg nincs is meg hozzá semmilyen eszközöm, lévén, hogy mondjuk kelet- vagy nyugat-afrikai fotográfusokat viszonylag csekély számban ismerek, de azt gondolom, hogy ez egy fontos, mégpedig nagyon fontos szempont lehet adott esetben, mint ahogy ugye manapság egyre inkább beszélünk arról, hogy a modernizmus a művészetben az például nem egy egységes dolog.
ugyanúgy, ahogy a háború utáni különböző avantgárd vagy neoavantgárd tendenciáknak a megjelenését sem lehet feltétlenül egyetemesként tekinteni. Tehát mást jelent ez mondjuk az Egyesült Államokban, más jelent Nyugat-Európában, megint egy picit más jelent mondjuk Magyarországon. Ugye erre ékes példa például a legutóbbi Ludwig Múzeumos kiállítás, ahol a pop art mint olyan bemutatásra kerül, és ahol ugye megjelenek olyan konceptuális művek, vagy megjelentek a falakon olyan konceptuális művek, amelyeket egyébként mondjuk nem biztos, hogy a pop arthoz sorolnánk, vagy gondolnánk arra, hogy ezt a pop art viszonyrendszerében lehetne vizsgálni. Ugyanígy kérdés, és akkor ez már így közelít ahhoz a felvetéshez, amit én itt kibontok majd, hogy lehet-e más művészetekkel összevetve vizsgálni a fotoművészetet. Ugye? Tehát, hogy hasonlítsuk a festészethez, hasonlítsuk a szobrászathoz, hasonlítsuk a grafikához, vagy esetleg vessük össze a filmmel, a filmművészettel, vagy videóművészettel, vagy komputerművészettel, vagy a netárttal, vagy bármi más egyéb művészeti területtel. És természetesen ugyanilyen lényeges kérdés az, hogy meg lehet-e közelíteni a fotoművészet fogalmát mondjuk tisztán technikai szempontból. Ugye? Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk a fotográfia az egy ilyen önmagában való entitás, aminek megvan a saját eszközkészlete, a saját nyersanyagai, a saját technikája, és akkor tételezzük a fotoművészetet egy olyan valamiként, ami ezeknek az eszközöknek az adekvát használatából fakadóan mondjuk a legmagasabb színvonalat képviseli, bármi is legyen az. Tehát ez egy kérdés. És akkor én föltettem magamnak azt a kérdést, hogy vajon a fotoművészet az tulajdonképpen micsoda azoknak a műveknek az összessége, amelyet fotoművészek, vagy akiket így szoktak nevezni, vagy így szoktak jelölni, létrehoznak, vagy azt mondjuk, hogy van a fotóművészet mint olyan, legyen ez bármi, és akkor azt mondjuk, hogy ha valaki megfelel azoknak az elvárásoknak, amit ez a fotoművészet nevezetű entitás, vagy ennek a fotoművészet nevezetű entitásnak a meghatározásába benne foglalunk, akkor mindazokat a munkákat, amelyeket az ilyen az elvárásoknak megfelelő személyek, illetve igen, személyek létrehoznak, akkor ezeket fotoművészeti alkotásnak tudjuk tekinteni. Tehát, hogy miről van szó? Abból indulunk-e ki, hogy vannak egyes tárgyak, amelyek az összességükben megadják, vagy körülbelül kiadják azt, amit fotoművészetként gondolunk, vagy pedig a fotoművészet, nem tudom, ideális fogalma vagy ideája felől próbáljuk meg az egyes tárgyakat beazonosítani és ez alá a kategória alá sorolni. Tehát ugye ebből az következik, hogy mik lennének azok a kategóriák, vagy mik lennének azok a kritériumok, amelyek alapján valamit fotoművészeti alkotásnak tekintünk. Másokat, és ez nagyon fontos, hogy ugyanakkor ezek a kategóriák vagy kritériumok elegendőek-e ahhoz, hogy mondjuk meghatározzuk egyúttal azt is, hogy mi az, amit nem tekintünk fotoművészetnek. Ugye, tehát ez nagyon fontos, azt gondolom, hogyha meg tudjuk határozni, hogy mi az, ami fotoművészet, akkor meg tudjuk-e határozni azt, hogy mi nem fotoművészet. Én azt gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű, bármennyire is szimpla kérdésnek tűnik ez. Igen, jó. Tehát végül is ugye az alkotói tevékenység, tehát hogy önmagában most fotoművészet alatt tekintve mindenfélét, az alkotói tevékenység felől, a létrejött munkák felől tudjuk-e megközelíteni annak az ideáját, amit fotoművészetnek tartunk, vagy a művek összessége felől, illetve hogy a kritériumokat meg tudjuk-e határozni, és azokat a kereteket, ami szerint valami beletartozik, illetve valami nem tartozik bele. Úgy érzem, ugye, tehát a kérdés természetesen az, hogy fontos-e feltenni ezeket a kérdéseket, vagy nem kellenek ezek a kérdések, mert azt gondoljuk, hogy megvan bennünk az az érzék, ami alapján mondjuk egy képre ránézve
egy fényképre ránézve el tudjuk dönteni, hogy ez most fotoművészeti alkotás, vagy nem fotoművészeti alkotás. Azaz, körülbelül úgy lehetne ezt a kérdést tovább görgetni, hogy kell-e valami fajta kritikai megközelítés, és szükséges-e valami jól definiálható fogalomkészlet, aminek a segítségével megközelítjük ezt a problémát, vagy pedig ezt mind félre tudjuk tenni, és azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag bárki, aki magazinokat olvas, a képes albumokat vásárol, kiállításokra látogat, maga is el tudja dönteni azt, hogy mi az, amit fotoművészetnek tekint, és mi az, amit nem tekint fotoművészetnek. Itt egy lábjegyzetszerű megjegyzést tennék. Azt gondolom, hogy ez az egész egy kicsit úgy tűnik néha nekem, mintha nem is, mintha egy ilyen tudományos álcába öltöztetett vita lenne, vagy sokkal inkább úgy, mintha egy tudományos álcába öltöztetett hitvitáról lenne szó. Ami ugye azért érdekes, mert ez nem abban az értelemben, hogy ez mondjuk teológiai vita lenne, mert egy teológiai vita esetében, mondjuk, hogyha azonos valláson belül különböző kérdések felvetődnek, akkor ugye a kiinduló pozíció az mindenképp mind a két vitafélnél azonos. Tehát valami minimumban egyet kell, hogy értsenek. Itt sokkal inkább úgy gondolom ezt a hitvitát, mint ami egy hívő és egy nem hívő között zajlik. Ugye? Tehát ugye a hívő azt mondja, hogy igen, a nem hívő pedig azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy fotoművészet, vagy nincs értelme annak, hogy fotoművészet. A hívő pedig azt mondja, hogy van ilyen, hogy fotoművészet, és akkor természetesen mind a két fél megpróbál érvelni, ami azt gondolom, hogy igazándiból nem értelmes, illetve nem egy értelmes vita, mert hitbeli kérdésekről nem lehet vitázni. Ugye a hívő az nem meggyőzhető. Sem észérvekkel, sem esztelen érvekkel. Ugye a hívő az attól hívő, hogy hisz feltétlenül. A nem hívő az ugyanúgy hisz, csak pont az ellenkezőjében, és ugyanúgy feltétlenül. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ilyen hitbeli dolgokban sokkal inkább szoktak a megvilágosodás jelenségéhez fordulni, hiszen valóban egy ilyen párfordulás kell ahhoz, hogy valaki nem hívőből hívővé, vagy hívőből nem hívővé váljon. Tehát, hogy pont azért mondom ezt, mert egy kicsit úgy tűnik néha, vagy nem is annyira néha, hogy valójában ez a vita ilyen értelmetlenül körbe-körbe jár, és tulajdonképpen nem a másikat akarjuk meggyőzni a saját érveinkkel a mi igazunkról, hanem önmagunkat próbáljuk meggyőzni, és magunkban próbálunk meg egyre erősebb érveket felsorolni, és egyre jobban megerősíteni magunkat a saját hitünkben. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen öncélú dolognak tűnik, és nem pedig egy olyan dialógusnak, amelynek a végeredményeként valamiféle, hát ha nem is konszenzusra, de valamiféle megállapításra vagy eredményre kellene ebben a kérdésben jutnunk. A másik pedig, amit én itt fölírtam magamnak, az az, hogy gyakran úgy tűnik, hogy ezzel a névvel, már egy fotoművészet, olyan fotóalapú dolgokat szoktak illetni, amely dolgok valamiképpen nem illeszkednek a mindenkori művészet, vagy legalábbis a kortárs művészet kategóriájába. Tehát, minthogyha az, amit fotoművészetnek neveznénk, az egy kicsit mindig így kívül állna ezeken a viszonyokon. Egy kicsit így magában lévő lenne, egy kicsit ilyen, nem is kicsit, hanem nagyon is öntörvényű lenne. És éppen ezért, ugye visszautalva a hitvita lehetőségére, éppen ezért olyan, mint amikor ugye két vallás semmilyen módon, vagy bizonyos esetekben semmilyen módon nem képes egymáshoz utat találni, mert hogy pont a kívülállóságában
véli megtalálni önmaga meghatározásának a lehetőségét, nem pedig a másikhoz való viszonyulásán. Ugye tehát a viszonyulás az alapvetően a tagadás. Tehát, hogy nem, egy kicsit így, nem is kicsit, szóval mint kívül áll a mindenkori művészet kategóriáján, illetve a kortárs művészet uralkodó kánonján. Erre persze lehetne azt mondani, hogy ez inkább csak aktuálisan érvényes, vagy igaz, mondjuk a 70-es évek eleje óta. Nem feltétlenül gondolnám azt, hogy ez így van, erre majd vissza fogok térni. És igen. Azt is hozzá lehetne ezt tulajdonképpen tenni, hogy valójában az az intézményrendszer, és aztán nem is szeretnék többet majd az intézményrendszerről nagyon elmélyülten beszélni, mert nagyon távol van tőlem ez a világ. Szóval hogy egy kicsit, mintha az intézményrendszer is a különállóságával tüntetne, vagy a különállóságával definiálná magát. Ugye azzal, hogy mondjuk eleve azt mondja, hogy fotoművészeti galéria. Vagy fotoművészeti, nem tudom micsoda, kortárs fotoművészeti kiállítótér. Nem hiszem, hogy találkozunk olyannal, amikor az lenne ráírva egy ilyen intézményre, hogy mondjuk kortárs szobrászművészeti galéria, vagy mondjuk, nem tudom, milyen példát lehet még sorolni, mondjuk kortárs videóművészeti galéria. Tehát, hogy majd erre a fogalmi problémára még vissza fogok térni, tehát, hogy egy kicsit, mintha ez az intézményi rendszer is megpróbálna távol maradni, és függetleníteni magát a művészet, mint olyan intézmény rendszerétől. Ugye nagyon érdekes az, hogy, csak egy példa, hogy a prágai biennálén eredetileg a fotográfiai munkák és minden egyéb művészeti alkotások egy térben, egy kontextusban voltak láthatóak. Míg aztán az egyik évben, nem tudom, hogy kinek a döntése volt ebből a szempontból, ez igazán lényegtelen, lehet, hogy csak külön térbe költöztették a fotográfiát, és lett egy külön fotoművészeti részlege ennek a biennálénak, és lett egy művészeti részlege a biennálénak, ami én azt gondolom, és ez visszatérő probléma lesz majd, hogy ez egy abszurd szituáció. Ez körülbelül olyan, mintha a művészet egészéből kivenném a szobrászatot, a festészetet, a videót, kivenném a filcet, a zsírt, a Volkswagenbuszt, a farkasokat, a szétszabdalt cápákat és a gumiból fröccsöntött mindenféle genitáliákkal felszerelt babafigurákat, és mindegyiknek külön-külön egységben tárlatot rendeznék, és mindegyiket megpróbálnám valamilyen módon fölcímkézni. Tehát, hogy az intézményi rendszer, és akkor tényleg nem akarom ezt többet kritizálni, szóval, hogy az intézményi rendszer is, mint egy picit így tüntetne ezzel a különállással. És azt gondolom, hogy éppen ez az oka az előbb feltett meg annyi kérdésnek. Tehát, hogy van itt egy ilyen viszonylag furcsa állapot, amely állapottal kellene valamit kezdenünk. Én legalábbis úgy érzem, hogy ezzel az állapottal kell valamit kezdenünk. Természetesen megtehetnénk azt, hogy egyszerűen nem veszünk tudomást erről a dologról, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, mindenki csináljon azt, amit szeretne, mindenki állítson ki ott, ahol szeretne, mindenki nevezze úgy a munkáit, ahogy szeretné, és alapvetően én nem vagyok ez ellen, tehát itt nem arról van szó, hogy én most egy ilyen autoritásként ki szeretnék ide állni, és azt mondani, hogy akkor ő holnaptól ide nem teheti be a lábát, ő holnap utántól nem vehet fényképezőgépet a kezébe, vagy ha azt megteszi, akkor oda többet nem rakja föl a munkáit. Tehát itt nem valami ilyen fajta kizárásra szeretnék törekedni, hanem egész egyszerűen próbálom megfogni ezt a fogalmat, hogy fotoművészet. Igen, és akkor fölírtam magamnak egy példát. Nem olyan régen olvastam a Thierry de Duve-nek egy
tanulmányát, egy 2008-as írását, ami az Október magazinban jelent meg. Ugye az Arli fotófesztivál kapcsán veti föl azt a nem problémamentes említi meg azt a nem problémamentes helyzetet, hogy Arlba elviszik annak a kambodzsai fotográfusnak a képeit, aki az egyik ottani haláltáborban, ugye a Khmer Rouge tagjaként elküldik Kínába, hogy kitanulja a fotografálás csínyát, bínyát, majd visszatér Kambodzsába, és ugye az a feladata, hogy ebben a haláltáborban, ahol az embereket azért gyűjtik össze, hogy halomba lőjék őket ilyen messzes gödrökbe, azt a feladatot kapja, hogy minden embert lefényképezzen a kivégzés előtti pillanatban. Ugye ez kicsit olyan, mint amikor az Alexander Gardner lefényképezte Lincoln merénylőjét, mielőtt a bitóra küldték volna. Azzal a különbsége, hogy ott egy rezignált fiatal embert látunk, ezeken a képeken pedig olyan arcokat, akik kifejezetten rettegnek és pánikban vannak. És akkor ugye Dödü fölveti a kérdést, hogy hogyan is kéne ez az egészhez viszonyulni. Tehát hiába teszi látszólag egyértelművé az esemény kurátora, hogy itt ő tulajdonképpen egy problémát szeretne felmutatni, az emlékezés problémájával szeretne valamilyen módon foglalkozni, illetve azzal, hogy hogyan lehet felmutatni valamit, ami megtörtént nem olyan régen, ugye egy pár évtizedes időintervallumról beszélünk, és hogy a kiállításnak a célja az, hogy kritikusan szemléljük ezeket a képeket, és ekközben a szemlélés közben reflektáljunk magára arra a történelmi helyzetre, ami kialakul Dél-Kelet-Ázsiában, és amely helyzetben ez az ember azt a megbízást kapja, hogy ártatlanul elítélt, vagy el sem ítélt, csak egyszerűen összegyűjtött, és tulajdonképpen ilyen teljesen gyalázatos módon lemészárolt embereket, vagy majd a lemészárolandó embereket fényképezzen. Amivel alátámasztja a saját kritikájának a jelentőségét, az az, hogy a Modern Művészet Múzeumában kiállítást rendeznek ebből a képanyagból. És akkor fölteszi ugye a kérdést, hogy amit ott kiállítanak, ezzel mit kezdjen a néző? Hiszen az intézmény legitimálja a képet, mint művészi alkotást. Hiszen föl van írva az intézménynek a homlokzatára, hogy a Modern Művészet Múzeuma. És ha egyszer a Modern Művészet Múzeuma, akkor ami ott bent van, ugye azt mondja, hogy ugye a művészetet a művészet kedvéért gyűjti, őrzi, prezentálja, értelmezi, stb. Akkor mit keres ott egy ilyen sorozat? Ugye mit kezdjünk a morális megfontolásainkkal egy ilyen helyzetben, amelyeket nem lehet zárójelbe tenni, és nem lehet azt mondani, hogy lám-lám, milyen remek képeket látunk, miközben tudjuk azt, hogy ezeken a képeken látható emberek nem önként vannak ott, nem örömmel állnak a kamera elé, ez nem egy ilyen, hogy mondjam, szórakozás gyanánt készített igazolványképsorozat a fotoautomatában, a plázon aljában, hanem itt valami egészen másról van szó, miközben nem alaptalanul ennek a, föl is írtam a nevét egyébként, sem biztos el fogunk tudni olvasni, szóval ennek a kambodzsai akkor még igen, Nyiem Eny volt a neve. Szóval, hogy az ő képeit nem teljesen alaptalanul szokták az Avedonnak a fehér hátteres portréhoz hasonlítani. Itt sokan tudják, hogy én nagyon rossz véleménnyel vagyok Avedon fehér hátteres portréjéről, úgyhogy én ezt nem is szeretném itt tovább boncolgatni, épp ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. Tehát, hogy ugye Dödü is felveti azt, hogy attól, mert van egy intézmény, ami elvileg ugye művészettel foglalkozik, azon belül van egy saját fotógyűjteménye, ami már eleve izgalmas probléma, hogy az hogy kerül oda, miért van ott, kik és hogyan foglalkoznak ennek a gyűjteménynek a gyarapításával, és milyen kontext, tehát hogy milyen viszonya van ennek a gyűjteménynek a múzeum többi részéhez,
Ugye, tehát, hogy mire fel ez az önállóság magyarán. Ugye, tehát, hogy akkor mit kezdünk egy ilyen helyzetben, ilyen típusú képekkel. De Dedüff sem akar senkit meggyőzni, ugye ez nagyon fontos. Én sem szeretnék senkit akarata ellenére meggyőzni, amint ugye ezt a címben is felvetettem, tehát hogy ez egy kísérlet, hogy kezdjek elsősorban én valamit egy olyan kifejezéssel vagy fogalommal, amely több mint problematikus. És akkor tulajdonképpen azt javaslom, hogy kezdjük magukkal a fogalmakkal, egy kicsit így... Hát nem állítom, hogy etimológiailag alaposan körbe fogom járni ezt a problémát, inkább csak feltenném a kérdést. Mondjuk a magyar nyelvben mi volt előbb? A fotoművész, vagy a fotoművészet? Ugye? Tehát, hogy melyik szó származik miből? Azaz azt mondjuk-e, hogy megint csak ugye, mint a korábban, hogy van a fényképező művész, amely fényképező művészek által végzett tevékenység, képek, stb. Összességében lesz a fényképező művészet, avagy azt mondjuk, hogy van a fotoművészet, és ennek egy ilyen levezetése, vagy egyből alakul ki az a fogalom, amit fotoművésznek fogunk majd nevezni. Azaz, a tevékenység felől közelítünk-e ehhez a koncepcióhoz, az egyéni teljesítményt tekintjük itt minden alapjának, vagy pedig éppen fordítva, azok összességét, tehát a tevékenységek összességét fogjuk-e valamiféle egységnek tekinteni. Ami természetesen mindig feltételez valami közös nevezőt az egyéni tevékenységekben. És akkor itt van egy fontos kérdés, amire vissza fogok térni, hogy mi lehet ez a közös nevező. Tehát mi az, ami összekapcsol mindenkit, aki fotoművésznek nevezünk, hagyományosan, vagy éppen nem, és hogy ebből összeadódik-e majd az, amit ugye fotoművészetként szeretnénk tudni. Ugyanígy föl lehetne tenni a kérdés, hogy mivel lehet egyáltalán ezt a nevet párhuzamba állítani. És azt gondolom, hogy ez sokkal problematikusabb, mert aktuálisan a kortárs művészet kapcsán nincsen értelme a műfajok szerinti kategorizálásnak. Erre többször vissza fogok majd mit térni. Tehát az, hogy mondjuk műfajokat próbáljunk meg ilyen értelemben meghatározni, és ráadásul még médiumokat is megpróbáljunk ilyen módon egymástól külön választani, ugye a kortárs művészet különféle teoretikusai szerint ennek legalábbis sok értelme nincsen. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehetne használni a legkülönfélebb médiumokat, és ne jelennének meg valamilyen módon, akár explicit, akár implicit módon a különféle műfajok a kortárs művészetben, de ezeknek a megjelenése vagy használata, ez mindig szükségszerű. Ugye ez is majd egy későbbi pont lesz. Tulajdonképpen erre lehetne példa, itt két nevet írtam föl, ugye az egyikük Erwin Wurm, az osztrák szobrász, aki bár csinál ilyen tárgyakat, amiket ki szoktak állítani kiállítóterekben, ugyanakkor mégis ismertebbek az ilyen rövid installációs, vagy rövid ideig lévő installációit bemutató fényképei. És akkor ugye föl lehetne tenni a kérdést, hogyha maradunk ennél a fogalomnál, hogy akkor Erwin Wurm micsoda, szobrász vagy fotoművész? Vagy egyik se, vagy mindkettő. Vagy egy olyan szobrász, aki fotografál, vagy egy olyan fotoművész, aki néha szobrokat is csinál, és aztán ezeket a szobrokat lefényképezi. Egy kicsit közelebb visz talán a megoldáshoz, bár nem gondolom egyáltalán, hogy a másik névő Thomas de Man, aki szintén szobrász. Még lehetne néhány szobrászt egyébként felsorolni, akik abban a hagyományos értelemben soha nem csináltak szobrokat. Szóval nem csináltak szobrászati alkotásokat, még plasztikának se nagyon gondolom, hogy nevezhetnénk mondjuk a Demannak a papír makettjeit, amelyeket létrehoz, lefényképez, majd megsemmisíti ezeket a maketteket, tehát végeredményként, tárgyként csak egy fénykép marad a kezünkben. És akkor ugye az egyik kedvencem, ugye a libanoni származású vagy születésű Walid Rád, ugye aki ráadásul még Hasselblad életműdíjat is kapott, ami
hát nem azt állítom, hogy csak és kizárólag fotóművészeknek ítélték oda, de azért a túlnyomó többség mégiscsak fotóművészként ismert ebben a tömegkulturális diskurzusban. És hát Walid Rád esetén fel sem merem sorolni, hogy mi mindenről kéne beszélni, hogyha meg kéne határozni, hogy tulajdonképpen ő mit csinál. Mert mondjuk úgy, hogy a végtermék az részben egy weboldal, részben meg egy térplasztika. És akkor minden, ami egy weboldalra fölfér, azt tessék oda képzelni mellé. Szövegeket, képeket, videókat, installációkat, összegyűjtött archív anyagokat, vagy archívnak látszó anyagokat, fiktív vagy valós dokumentumokat, és a többi. És a többi, és természetesen ugye akkor még ott van az, hogy ahogyan ez be lesz mutatva, az manapság talán már kevésbé, de korábban mindenképpen egy ilyen performance jellegű előadás keretében történt, ahol ugye Walid Rád saját magát, mint autentikus történészt tételezve állt ki a közönség elé, és mesélte el, hogy tulajdonképpen mi is ez az Atlas Group Project. Tehát ugye ebben az értelemben ugye ennek a műfaj, illetve mediális szétválasztásnak, tehát, hogy szobrász, festő, grafikus, azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem sok értelme van, hiszen a kortárs művészetben ez ilyen formán nem jelenik meg. Ugye ez visszautalás arra, hogy a prágai biennálé mégis hogyan kerül szétválasztásra két terület a sokból. Itt idéznék egy, nem tudom mennyire autoritás, legalábbis egy ilyen filozófikus gondolkodó volt a 19. század második felében, Ralph Waldo Emerson, aki ugye azt mondja a fotográfusoknak, hogy ne akarjanak azzal felvágni, hogy ők fotóművészek. Ugye az angolban ez egy kicsit pont fordítva van. Ugye ott azt mondja Emerson angolul, hogy artist photographer, tehát hogy művész fotográfus. Mert hogy akkor ugye ne várja el azt és akkor itt minden idézőjelben van nála téve, a művész festőtől és a művész szobrásztól, hogy majd felé fordulnak, hanem nevezze magát csak és kizárólag fotográfusnak, és várja meg azt a pillanatot, amikor a társművészetek képviselői, a festők és a szobrászok majd testvérükként fogják szólítani. Persze visszakérdezhetnék Emerson irányába, hogyha tudna még nekem válaszolni, hogy tulajdonképpen meddig kell még várnunk erre, mert hogy azt gondolom, hogy sokkal inkább a fordítottja történt, mégpedig az, hogy művészek mindenféle egyéb jelző nélkül, vagy határozó szó nélkül, tehát hogy művészek fogtak a kezükbe fényképezőgépet, és kezdték el használni, és kezdtek el dolgozni vele, és kezdtek el műveket létrehozni. Most abban nem menjünk bele, hogy milyen műveket, mert a legkülönfélébbeket. Jó? Tehát itt nem lehet azt mondani sem, hogy itt valami technikai, nem tudom én, hiányosságok lennének, sem azt, hogy ez valami egészen elvont dolog lenne, vagy bármi hasonlót. Maradjunk egyenlőre annyiba, hogy gyakorlatilag a fotográfia majd, hogy nem teljes spektrumán mozognak ezek a művészek, és készítenek fotográfiákat. Tehát, hogy ugye itt ez, amit Emerson várt volna, az valamilyen furcsa okból kifőleg egészen másképp sült el, és nem biztos, hogy ő ettől, vagy a kortársai ettől nagyon boldogok lettek volna. A következő, aminél még, illetve még mindig itt a névhasználatnál, vagy a nyelvnél maradva, ugye érdekes azt megnézni, hogy ugye nem csak, tehát egyrészt az, hogy a festő, illetve a szobrász esetében ugye azt szoktuk mondani, hogy van a festő, meg a szobrász, meg a grafikus, most minden mást tegyünk félre, tehát elsősorban csak azokkal foglalkoznék, akik képeket vagy képként érthető tárgyakat hoznak létre. Tehát, hogy vannak ők, meghatározó a tevékenység, és akkor nagy ritkán, mondjuk a magyarban gyakrabban szokták hozzátenni azt, hogy művész. Ugye a más nyelvekben ez viszonylag ritkán fordul elő, hogy mondjuk egy nem tudom, szobrász mellé tegyük azt, hogy szobrász művész.
Ugye, tehát a németben például nincs ilyen, hogy Bildhauer Künstler, tehát ez egy olyan nyelvtörő lenne, amit senki nem szeretne se leírni, se kimondani. Vagy pláne a fordító, hogy hát, hogy Künstler Mahler, vagy Mahler Künstler, vagy nem tudom én micsoda. Ellenben viszont érdekes megfigyelni azt, hogy beszélünk filmművészetről, videóművészetről, és akkor ugye egyszer felsoroltam komputerművészetről, netművészetről és egyebekről. És akkor nyugodtan felvethető az, hogy valójában ezek később lesznek. Tehát a filmművészet is későbbi, mint a fotoművészet, a netművészet jóval későbbi, a többi kettő pedig a kettő közé esik valahova. Tehát hogy gyakorlatilag itt ugye a nyelv alkotja meg, vagy a nyelvhasználók alkotják meg ezeket a szavakat a fotoművészet analógiájára. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek valamilyen módon így megint csak jól külön választható és lehatárolható dolgok lennének, ahogy erre már utaltam korábban. És éppen így, mivel ott van mindenhol ez, hogy fotóművész, filmművész, stb., megkérdezhetnénk magunktól, hogy hát tulajdonképpen mi is az, hogy művész, vagy ki az a művész. Az az érdekes, hogy például a videónál, vagy a netművészetnél, ott egyértelműen szétválik az, amivel itt a fotográfia kapcsán birkózunk. Ugye, tehát, hogy senki nem kever össze egy videó installációt, vagy egy videó művészeti alkotást, ilyen szavunk szerintem nincs is, például egy ilyen otthoni videóval. Ami nem zárja ki azt, hogy mondjuk egy otthoni videóra utaljon, vagy reflektáljon például egy művésznek az alkotása, amit bemutat valamilyen módon és valamilyen térben. Megint csak ugye lehetne Walid Rádot hozni példaként, aki ugye olyan videót tesz fel a weboldalára, ahol egy fiatal ember egy szál pólóban ül a kamerával szemben, és beszéli el az élete egy meghatározó szakaszának a történetét, meglehetősen részletesen. Ami pontosan úgy néz ki, mint egy ilyen rendőrségi vallatáskor készített videófelvétel, vagy nem tudom, otthonnan nagymamát megkérjük, hogy beszéljen arról, hogy milyen volt akkor, amikor fiatal volt. Ugye ezt felhasználja rád, de itt mégsem arról van szó, hogy ez valamiféle ilyen home movie lenne, sem pedig arról nincsen szó, hogy mi összekevernénk valamilyen módon a kettőt, és azt mondják, hogy amit a Walid Rád csinál, az nem művészet, mert pont úgy néz ki, mint amit én csináltam tegnap előtt a nagymamámmal odahaza. És akkor ennyit csak így megelőlegezendő ezt a dolgot. Tehát, hogy ezeknél a területeknél sokkal inkább szétválik. Ugye a filmnél is azt gondolom, hogy ezt elég jól le lehet határolni, a filmnél máshol vannak a problémák. Ugye? Tehát, hogy máshol kéne ezt a szétválasztást kritikusan megtenni, de ezt meghagyom a filmkritikusoknak, mert nem igazán értek hozzá. A másik pedig, ahol ez érdekesen alakul, ugye ez a dokumentumfilm. Ez most tényleg egy ilyen lábjegyzet, mert hogy bármennyire is csodáljuk a dokumentumfilmeseket, és bármennyire is nagyra tartjuk a munkájukat, és nem mindenféle egyéb kitételek kell együtt, hanem önmagában azért, amire vállalkoznak, amit végigcsinálnak, amiről beszélnek, és ahogyan ezt megteszik. Nyilván vannak dokumentumfilm fesztiválok, ahol ezt a szakmai zsűri megfelelő módon és a közönség hozzáértően értékeli. Mégse szoktuk a filmművészet kategóriájába sorolni mondjuk a dokumentumfilmet. Tehát ezt a két dolgot szét lehet választani. Gondolom mindenki érzi az analógiának a lényegét, anélkül, hogy azt kell mondanom, hogy most a dokumentarizmust azt hol tesszük a fotográfiába, vagy egyáltalán mi az, hogy dokumentarizmus. Walker Evansnek van erre néhány érdekes megjegyzése. Mindebből ugye az látszik, hogy egyáltalán nem korfüggetlen ez a vizsgálódás. Már nyilván abból a szempontból nem, hogy kit miként határozunk meg művészként, illetve hogyan fogjuk ezeket a tevékenységeket leválasztani a nem művészetnek tekintett tevékenységektől.
És éppen ezért a fejtegetést én két részre bontanám. Az egyik lenne egy ilyen történeti megközelítés, tehát hogy nézzük meg diakrom, hogy a fotográfiai eljárások megjelenését követően mikor, hogyan bukkan elő az, amit akár visszamenőlegesen fotoművészetnek fognak hívni, akár aktuálisan fotoművészetnek fognak hívni, és utána nézzük meg majd azt, hogy mit kezdjünk ezzel az egész problémával aktuálisan most, és akkor, bocsánat, csak közben megnézem, hogy húha, nagyon kevés az idő. Mindegy. Nem tudok ennél gyorsabban haladni. Ugye azt kell látnunk, hogy a 19. század közepén, amikor megjelenik a daguerrotípia, akkor tulajdonképpen ez nem probléma. Mégpedig azért nem probléma, mert a daguerrotípia az egy egyedi kép. A talbotípia ugyan nem egyedi kép, hiszen a talbotípia az ebben az értelemben sokszorosítható, hisz egy papír negatívról sok papír pozitívot lehet előállítani. Mégis van valami különlegesség például a talbotípiában, és nyilván ez a szokatlanságából fakad. Abból, hogy valami egészen különleges, új, addig nem látott dolgot vehetnek az emberek a kezükbe, és olyasmit látnak rajta, amiről addig nem is gondolták, hogy láthatóvá válhat, illetve valami hasonlót véltek felfedezni visszamenőlegesen, mondjuk a németalföldi festészetben. Most azt látni kell, hogy a daguerrotípiának ez a bája ez nem sokáig tart. Nem azért, mert baj lenne a daguerrotípiával, hanem azért nem, mert hogy a század közepére tulajdonképpen azzal kell szembesülni minden fotográfusnak, aki akkoriban fényképeket készít, akár hobbifotósokról van szó, tehát mondjuk orvosokról, ügyvédekről, vagy mit tudom én kikről, akik kedvelésből elkezdenek fényképezni, akár professzionális fotográfusokról, tehát mondjuk megélhetésük miatt foglalkoznak a fotográfiával, stb., hogy a fénykép az árucikké válik. És többé már nem a kevesek kiváltsága, és éppen ebből fakadóan ugye a tárgy maga az nem lesz valami különleges, és pláne ugye, amikor megjelennek az egyéb fotó eljárások, nedves kollódiumos eljárás, és aztán majd később sok minden más, akkor ugye az egyedisége is megszűnik a tárgynak, sőt, tulajdonképpen a negatív, mint olyan, az nem is tekintendő. Ugye az egy ilyen köztes állapot, azt nem tekintik a produktumnak, sem a portréfotográfus, sem a fotoművész, sem pedig senki más. Amit meg lehet itt figyelni, hogy tulajdonképpen ehhez képest jelenik meg először az az igény, hogy bizonyos fotográfiai tevékenységeket explicit módon művészetként definiáljanak. Ugye? Tehát fölmerül a szétválasztás igénye. Nagyon fontos, nem a művészettel, a művészet egészével szemben, nem a művészet ellenében és nem ahhoz mérten, hogy mégis miért lesz itt valami párhuzamoság, az egy más kérdés, vagy legalábbis az én meglátásom szerint más kérdés, hanem a szétválasztás az a fotográfián belül történik meg. Ugye? Tehát azt mondjuk, hogy van a fotográfiának ez a területe, amit én csinálok, az művészet. És ugye az lesz itt a nagyon fontos kérdés, ugye tehát nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy művészete a fotográfia, vagy nem művészet, hanem az a kérdés, hogy művészet, de mitől művészet? Mitől nem olyan, mint az összes többi fotográfiai tevékenység? És mitől nem olyan a végeredmény, mint az összes többi fotográfiai tevékenység végeredménye? Itt tulajdonképpen föl lehetne sorolni azokat a szempontokat, amelyeket Henry Peach Robinson megfogalmazott az 1860-as években megjelentetett kis könyvében, ami tulajdonképpen egy ilyen hát kézikönyv, egy ilyen példatár, temérdek képe, hogy hogyan is kéne ezt csinálni. Most ami érdekes és meglepő, hogy ugye Robinson a kifejezéseit azt a festőművészettől veszi át. Részben pedig ugye a művészet egészétől. Ez könnyen megteheti, hiszen nagyon jó barátságban van sok kortárs festővel, akik azóta is jegyzett festők, ugye a művészettörténeti kánonnak
a részei. És ennek értelmében beszél például kompozícióról. Beszél témaválasztásról. Ugye, hogy nem akármit lehet lefotografálni. Tehát ha Mari néni söpröget az utcán, azt nem fényképezzük le, mert az nem elég emelkedett, az nem elég magasztos, az nem elég művészi. Ugye, tehát komoly témákat kell megjelenteni, jeleníteni, gondolkodó embereknek készítünk komoly képeket. Ez nagyon érdekes felvetés amúgy, mert ki a komoly ember, és mi az, hogy komoly kép, vagy ki a gondolkodó ember, és mi az, hogy komoly kép. Továbbá ugye beszél arról, hogy, és itt jön megint az analógia a saját kortárs művészetével, hogy a fotográfus az ugyanolyan szabadon gondolkodhat, mint a festő, vagy bármilyen más művész, és ugyanúgy kontrollálja a művészi alkotói tevékenységet, mint ahogy ők teszik. És tulajdonképpen ki kell hallanunk belőle azt, hogy részben a sztereó fényképezés ellenében beszél, részben a fotográfia, mint mechanikus, azaz technikai kép, képalkotó rendszer ellenében beszél, és amiben látja a fotográfia művészeti válásának a lehetőségét, az egyértelműen az, hogy a hagyományos művészeti területek alkotói folyamatához próbálja hasonlítani és hasonlítani a saját tevékenységét. Ez miben fog manifestálódni? Abban, hogy előre megrajzolják a motivumokat egy papírlapon. Rajzolni persze kb. Annyira tudnak, mint én, vagy nálam jobban azért. És utána lenagyítják az egyes negatívokat ezekre a papírokra. Tehát úgy érzik, mintha visszacsempészhetnék. Volt egy német művészettörténész a 30-as években, ő azt a német szót használta arra, hogy machen, ugye? Tehát a csinálást visszapróbálják csempészni egy technikai folyamatba. Tehát nem abban van a csinálás, hogy mondjuk, nem tudom, mondjuk a Jeff Wall korai munkájánál, hogy berendezi az interjúrt és lefényképezi, hanem abban van a csinálás, hogy magát a művet kell csinálni. És akkor itt kicsit így ki, vagy elkalandozva erről a területről, ugye föltenném a kérdést, hogy mi van a művészettel, illetve a művészel a 19. században. Tehát mi az a tevékenység, amihez szeretné a sajátját hasonlítani, és hogy ennek a megítélése, ez min alapul. És akkor írtam magamnak, hogy valóban a művészete az, ami a mintát szolgálja. Én azt gondolom, hogy nem, hanem sokkal inkább maga a művész az, aki követendő példaként áll Robinson előtt, és úgy gondolja, hogy ha úgy tesz, ahogy egy festő, vagy egy szobrász, vagy egy grafikus, akkor tulajdonképpen ő is művészé válik a saját médiumával. Ugye? Tehát nem kérdés számára az, hogy a fotográfia művészet. A kérdés az, hogy miként tehető azzá minden más fotográfiával szemben. Tehát a művésznek a különleges státusza a polgárok világában többek között az, ami azt gondolom, hogy Robinson számára rendkívül vonzóvá teszi ezt a perspektívát. És akkor min alapul ez a 19. századi művészet és művész fogalom? Ugye egyrészt azt gondolom, hogy így a 18. század végéig visszanyúlva mindenképp ugye ez a híres kanti zseni fogalom az, ami alapvetően meghatározza, hogy hogyan gondolkozik a 19. század polgárembere a művészről, és természetesen magáról a művészetről. Ugye tehát, hogy a zseni, mint egy különleges képességű ember, a saját elsajátított tudásával, művészettől a példát és a mintát véve, ugye képes a valóságot egy más megközelítésben megmutatni, ezáltal megnyitni egy tágabb értelmezési horizontot, vagy egy látványvilágot a befogadó előtt, illetve egy olyan transzcendens élmény megtapasztalásához segítheti hozzá a befogadót, amit a hétköznapi tárgyak nem tesznek számára lehetővé. A másik fogalom, amivel szerintem itt szembe kell néznünk, ez tulajdonképpen a maga a művészet fogalma. És anélkül, hogy itt hosszú történeti, vagy ilyen jelentéstörténeti kalandokba bonyolódnánk, azt gondolom, hogy az többé-kevésbé ismert, hogy az artist,
azaz a művész szó, az visszavezethető a görög technitészre. Ugye, tehát a techni fogalomból eredeztetett tevékenységet végrehajtó személyre, amely technének a jelentése nem csak Heidegger szerint, nem maga a mai értelemben vett modern gépi, vagy már nem gépi, hanem elektrotechnika, hanem egy olyan tevékenység, ami valamilyen értelemben a megismerést szolgálja, és a megismeréshez vezet el, vagy vezethet el minket, vagy nem miközben, hanem annak segítségével, ahogy ugye az ideát, vagy az ideának a képét, ezt a bizonyos eidoszt, a nem láthatóból, az elrejtettből előhozza a láthatóba, azaz láthatóvá tesz valamit. Úgy formálja az anyagot, mert persze nem varázslókról van szó, meg mágusokról, tehát hogy úgy formálja az anyagot, hogy abból létrehoz valamit, ami nincs benne explicit módon az anyagban. Ugye, tehát ott van az agyag például, amiben nincs benne a váza. A váza az, amit a művész ebből megformál. Ugye, és mint a váza ideájához közelítő tárgyat próbálja meg, vagy hozza be a láthatóságba. És ezáltal tesz valamit megtapasztalhatóvá, átélhetővé, stb. És akkor Heidegger ebből egész izgalmas szellemi kalandokra hívja meg az olvasót. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy ugye a zseni az egy ilyen különleges státuszú valaki, akkor azt is feltételezhetjük, hogy azért nem minden művész zseni, és hogyha megnézzük a 18-19. Századi, korai 20. századi műveket, akkor bizony azt kell látnunk, hogy van rengeteg sok olyan művész, akik nem tartoznak a művészettörténet uralkodó kánonjába, és akkor vagy azt mondják rájuk, hogy mint kis művészek, vagy másodvonalbeli, vagy sokadvonalbeli művészek, vagy hogyha szeretnénk gonoszkodni, akkor azt mondjuk, hogy kifejezetten rossz művészek. Ugye, és akkor a zsenihez kötjük tulajdonképpen a remek művet, és a rossz művészhez pedig a kézműves értelemben vett mestermunkát. Tehát ugye nem arról van szó, hogy nem tud festeni, csak esetleg nem tud olyan jól festeni. Vagy nem mindig sikerül neki egyformán jól az, amit fest. Ugye a Rényi András szokott mindig Caravaggio-val példálozni, és azt mondja, hogy a Caravaggio-nak van néhány remek műve, és van számos jó képe. Ugye, tehát, hogy Caravaggio kiváló festő, azt is meg tudja festeni, ahogy a szőlőfürk meg a gyümölcs ott van a tálban, és valakilyen kifacsart pózban ugye rávigyorog a nézőre, és természetesen meg tudja festeni a láthatatlant is, hogyha éppen olyan hangulata van neki. Ugye, mint például a párfordulást bemutató festményén, vagy amikor Hitetlen Tamás ugye ujját Jézus beledugja a saját szúrt sebébe, és az a festmény az tulajdonképpen ténylegesen arról szól, hogy addig nem látja, nem hiszi, és abban a pillanatban, amikor történik valami, akkor látja. Ami azért nem egy egyszerű feladat, még a fotográfia számára sem, hogy hogyan lehet a nem láthatót láthatóvá tenni. Ráadásul úgy, hogy ez egy processzus, ugye? Tehát nem arról szól, hogy elnőzte utána, és akkor bemutatjuk két képen, hanem maga a folyamat, az átváltozás az, ami rákerül ezekre a képekre. Jó, siessünk tovább. A kérdés ugye az, hogy meg tud-e felelni ekkor, tehát nem úgy általánosságban, hanem ekkor a 19. század közepén a fotográfia ezeknek az elvárásoknak, illetve milyen feltételek mellett tud megfelelni a fotográfia ezeknek az elvárásoknak. Azaz, mondjuk zsenie, vagy vannak-e zsenik, akik fotográfiát használnak a 19. század közepén, vagy vannak zsenik és vannak rossz művészek, akik jó mestermunkákat, de nem zseniális műveket hoznak létre, vagy mi a helyzet? Megint egy kortárshoz fordulnék, mert nem az én kortársamhoz, hanem a 19. század közepi művészek kortársához, ugye Charles Baudelaire-hez, akiről két dolgot mindenképp érdemes tudni. Az egyik az az, hogy a fotográfus, karikatúrista és ilyen nagy, mondjam, nagyvilági életet élő Nadart kor a legjobb portréfényképészének tartja. Azt gondolom, hogy attól az embertől, aki amúgy nem nagyon szereti a
fényképezést, nem is szerette nagyon, ha lefényképezték, bár van róla pár fotográfia, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly elismerés. Most nagyon fontos azt tudni, vagy látni, hogy ő nem azt mondja, hogy Nadar fotoművész, hanem azt mondja, hogy a legjobb portréfényképész. Tehát amit ő csinál, abban a legjobb. És akkor mi az, ami miatt Baudelaire-t ide citáltam? Ugye neki is van egy ilyen nagyon híres, sokat idézett mondata, hogy a fotográfia az tulajdonképpen a rossz és tehetségtelen művészek eszköze arra, hogy művészetet hozzanak létre. És hogy tulajdonképpen a fotográfiával, illetve a fotográfia feladata nem az lenne, hogy művészetet próbáljanak vele csinálni, hanem az lenne a feladata, hogy a tények rögzítésére és a tények tárgyilagos bemutatására, archiválásra, dokumentálásra használják a fotográfiát. Meglepően éleslátóságra vagy éleslátásra val a 19. század közepén egy költő részéről ez a megállapítás, aki egyébként művészeti kritikus is volt, és hát éppen a világkiállításon látott általa borzalmasnak ítélt vadász csendéletek kapcsán ragadta el magát Baudelaire erre a mondatra. Ez az állítás azonban nyilván csak a 19. század közepének kontextusában lesz értelmezhető. És itt megint hoznék egy példát, ugye van egy olyan fotoművészeti alkotás ebből az időszakból, amelyen egy piroskának öltöztetett kislányt látunk, a főkötőben egy bölcsőbe rejtett preparált kutyafejjel együtt, amivel a művész ugye próbálja ezt a történetet valamilyen módon vizualizálni. Ugye, hogy a nagymamának álcázott, döglött farkas fogadja piroskát az erdei lakban, és a hullamerevségtől összezárult szájával próbálja meg megszólítani, majd lenyelni. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen képek érthetővé teszik azt, amiről Baudelaire beszél. Tulajdonképpen mire vonatkozik az ő megjegyzése? Ugye azt mondja, hogy lustaság és tehetségtelenség. Tehát a lustaság, valamint a tehetség hiánya, ami, hogyha valaki mégis művészeti tevékenységre szánja magát, ergo mondjuk ecsetet vesz a kezébe és vásznat helyez maga elé, meg van persze festékje is, vagy ugyanezt teszi ceruzával és papírral, akkor amit létrehoz, az legfeljebb nem lesz jó. Nem fogja kiállítani, nem fogja megvenni a Whitney Múzeum vagy a Magyar Nemzeti Galéria, azt ő otthon szépen elteszi magának, és örül, hogy ezt megcsinálta. A baj akkor kezdődik persze, hogy ezt ki akarja mindenképpen állítani, vagy el akarja adni. És akkor ugye tulajdonképpen ezt a rossz végeredményt Baudelaire nyomán így fogalmazhatnánk, hogy hivatott elkendőzni a fotográfia. Ugye azért ez súlyos. Tehát, hogyha valaki nem tud jól festeni, nem tud jól rajzolni, akkor a 19. század közepén Baudelaire szerint elkezd fényképezni. Valószínűleg ebből fakad egyébként az a félreértés, az a félreértés, miszerint ugye persze Talbot sem tudott rajzolni, meg miért sem tudott se festeni, se rajzolni, ellentétben Daguerrel, aki viszont kiválóan tudott ilyen romantikus, rettenet képeket festeni gigantikus méretekben, hogy ugye azért találták volna fel ezeket a fotográfiai eljárásokat, hogy a tehetségtelenségüket valamilyen módon elkendőzve mégiscsak képeket hozhassanak létre. Ez egy külön történet, szerintem ez nem állja meg a helyét. Talán így a 19. század közepe felől visszatekintve esetleg. Ugyanakkor azzal fölhívnám a figyelmet, hogy Baudelaire nem a fotográfia egészét minősíti, ugye erre utal az, amit Nadarról mond, hanem elsősorban a használóit. Ugye, tehát nem azt mondja, hogy ez nem művészet, már hogy a fotográfia nem művészet, vagy nem lehetne művészet, ezzel egyáltalán nem foglalkozik, mert ez számára evidencia, hogy a fotográfia az nem művészet, ezt meg sem kell neki említenie, hanem tulajdonképpen az eredmény felől közelít, és azt mondja, hogy az eredmény az, ami rossz, illetve hamis, vagy felszínes, vagy sekélyes, kinek melyik tetszik a legjobban.
És nyilván ez alapján kialakul majd egy olyan téves képzet, hogyha egy fénykép nem fényképszerű, ergo, hogyha sok fényképből fogjuk összerakni, vagy elkezdünk mindenféle nemes eljárásokat használni annak érdekében, hogy a fénykép ne látszon fényképnek, akkor tulajdonképpen a fotográfiát a művészet magasába lehet emelni. Ez egy idézet egy korabeli újságcikkből, amelyben Julia Margaret Cameront méltatta a cikk szerzője, és nem csak őt, illetve nem elsősorban őt, hanem az úgynevezett lágy fókuszt, ami tulajdonképpen vagy harisnyának, vagy kenőcsnek köszönhető az optikán, mert senkinek nem ajánlom, hogy kipróbáljon, hogy bekenje mondjuk a drága objektívjét valami zsiradékkal. A harisnya egyébként jó ötlet, hanem tulajdonképpen egy ilyen bizonyos fokú életlenség. Ugye, amit úgy mondtak, hogy lágy fókusz, később ezt mindenféle ilyen előtétlenséggel tudták elérni, kifejezetten erre gyártottak ilyen, például a Dutó, ugye a Dulovicsnak volt egy ilyen előtétlenség a 30-as években, ami arra szolgált, hogy ilyen lágy vagy lelágyított képeket tudjanak készíteni. Tehát amire itt a cikkíró ugye a hangsúlyt helyezi, hogyha eltávolodunk a hagyományos fotográfiai eljárásoktól, és ezt ő meg is mondja, ugye, tehát hogy a fotográfusok véleménye ellenében, akkor ugye a fotográfiát, a művészet magasába tudjuk emelni. Tehát itt fokozatosan látunk egy ilyen szép eltolódást valamilyen irányban. Tehát kezdetben ugye arról van szó, hogy lehet-e és miként lehet művészet a fotográfia, és ugye Emerson idéztem, hogy ez mennyiben problematikus az ő nézőpontjából. És hát ugye az, hogy meddig kell várni a művészekre, hogy elismerjék végül is a fotográfusokat velük egyenrangú művészekként, de hát ez természetesen nem történik meg. A század végén viszont, és akkor ugye itt csúszunk át egy másik korszakba, illetve lehetünk szemtanulni egy másik lehetséges fotoművészet fogalom létrejöntének. Ugye a század végén jönnek létre ezek a bizonyos kameraklubok, ezek közül az egyik első ugye az ausztriai, illetve az osztrák kameraklub, és az amatőr mozgalom, amit például németül úgy hívnak, hogy Liebhaber Fotografie, azaz, hogy mondjuk ilyen kedvelői vagy műkedvelői fotográfia. És érdekes módon ugye az 1893-as évben egy Lichtwart nevű hamburgi úriember megnyitja a galériáját a Liebhaber, azaz a műkedvelő fotográfia előtt, ahogy erre például Dolph Sternberger, a már említett művészettörténész 34-es írásában is utal. És ugye ennek a fajta fotográfiának az elterjedésével kezdenek egyre gyakrabban beszélni magáról arról, hogy fotoművészet. Ugye? Tehát eddig arról van szó, hogy fotográfia művészet, a századfordulón kezdünk el arról beszélni, hogy fotoművészet. Azaz, ennek az egész irányzatnak és mozgalomnak van egy érdekes neve, piktorializmus, ugye, ami utal erre a képi minőségre, és utal magára a festészetre. És hogyha megnéznénk ezeket a képeket, amit én most direkt nem teszek meg, mert nem a képekről van szó, hanem magáról az egész jelenségről, ugye átveszi valójában a festészetnek a témáit, és a különféle festészeti, illetve grafikai eljárásokon alapuló látványvilágot, ami iránymutató lesz a számára, ehhez fog kitalálni meg annyi különféle eljárást, amit nyilván rengeteg kísérletezés, stb. Előz meg, és hogyha ilyen kultúrantropológiai perspektívából beszélnék erről az egész problémáról, akkor tulajdonképpen azt kellene mondanom, hogy ez ugye maga a brikolőr, illetve nem is annyira a brikolőr, mint inkább az alkimista, aki ugye bizonyos sajátos szisztéma szerint kísérletez ki dolgokat, de ami mögött nem a szigorú természettudományos felfogás és megközelítés áll, hanem inkább ez az állandó nem kimondott céllal rendelkező, az önmagáért való keresés és kísérletezés és próbálkozás, és hogyha valami kijön belőle, akkor nagyon megörülnek, és onnantól kezdve használni fogja, ha meg tudja ismételni, mert ugye nem biztos, hogy mindent
pontosan könyvelt, amit, vagy ahogyan eljut ez a végállapothoz. És hát tulajdonképpen ugye itt szembesülünk azzal, ahogy a fotográfia megpróbál oda tülekedni a Benyámin által említett művészet ítélőszéke elé. Ugye Sternberger azt mondja, hogy itt a művészet ebből a szempontból elsősorban a szecesszió, a Jugendstil művészete, az, ami ebben a fajta fotográfiában példaként visszakövetkeztethető, illetve tulajdonképpen ami jobban ismert, az az impressionizmus, ami akkor már egy meglehetősen idejét múlt, nem tudom, stílus vagy művészeti irányzat. És ugye itt említi meg Sternberg azt, hogy a fő szempont ugye az, hogy visszatérjenek a művészi csináláshoz, meg annyi olyan alakja van ennek az amatőr mozgalomnak, akik ugye a végleges képet, amit létrehoznak különböző eljárások segítségével, amely képeket ebben az értelemben már nem tekinthetünk fotografikus képeknek, hiszen a fotográfiához csak annyi közük van, hogy az eredeti az egy fotó, de ez valójában már valami fajta nyomat, és még itt sem állnak meg, hanem elkezdenek beleszínezni, belefesteni, belerajzolni ezekbe a képekbe, hogy még inkább elleplezzék a kép genezisét, illetve hát tulajdonképpen, vagy még inkább úgy kell fogalmazni, a genealógiáját. Tehát azzal szembesülünk, hogy a századfordulón a technikai jelleget tagadják meg teljes egészében, tehát magát a fényképet. Miközben persze beszélnek fényről, beszélnek kompozícióról, beszélnek mindenféle tónusértékekről és minden egyebekről, amire ugye Zonták csak annyit mond a fényképezésről szóló egyik eszében, hogy a művészet fogalomkészletét használják ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjanak a saját tevékenységükről, illetve a festészet fogalomkészletét. Ugye az Egyesült Államokban egy picit más a helyzet, nem nagyon. Ott ugye azzal szembesülünk, hogy ez a fotográfiai praxis, ez nem csak, hogy a művészet felé orientálódik, a korszak művészete felé, ugye érdekes módon ugye a fotoszecesszió nevet kapja ez a mozgalom, hanem ugyanúgy, ahogy a század közepén valamitől elhatárolódik, és nyilván annak a nem művészetként való ledegradálása az, ami ennek a hátterében húzódik. Tehát az összes olyan fotográfiát negligálja, ami mondjuk a Kodak rendszer megjelenésének és a hasonló eljárásoknak köszönhető. Tehát azt mondja, hogy az nem művészet, amit mi csinálunk, az ahhoz képest valami egész más, sőt, megvannak azok a kapcsolódási pontok a művészethez, az akkori kortárs művészethez, ami alapján magunkat meg tudjuk határozni. Ugrunk egyet, ugye a két háború közötti viszonylag rövid időszakra térnék át. Itt két fotográfiai irányzatot szoktak mindig emlegetni, mint fotoművészeti irányzatot. Az egyik az új tárgyiasság, a másik pedig az Európában, elsősorban Németországban, a másik pedig a tiszta fotográfia, illetve hát nyilván ez a festőes fotográfia még ilyen utóvéd harcokat folytat, például a cseh avantgárd egyes képviselőinél így a 20-as évek elején, hogy aztán onnan is teljesen eltűnjön, és a cseh avantgárd képviselőinek, hát vagy legalábbis ugye a Birgus nevezte őket így el, ugye példaként sokkal inkább a konstruktivisták álljanak majd ott, ők nem nagyon szerették a németeket, érthető módon a új tárgyasság az nem volt számukra annyira szimpatikus, mint például Magyarországon. Érdekes, hogy ez a Sternberger nevű úriember az új tárgyasság egyszerűen azt mondja, hogy ez pusztán csak ízléstelen, mert hogy a tárgyasság fogalmával szerinte a művészetben semmilyen formában nem kapcsolódhat össze a szépség fogalma. Ugye? Tehát, hogyha a tárgyasságról beszélünk, akkor nem törekedhetünk az öncélú és önelvű szépségre. A tiszta fotográfiát ezt most itt félretenném, lehetne arról is sok mindent megemlíteni. És ugyanakkor viszont fontos azt látni, hogy itt valójában ténylegesen, ahogy a név is sugallja, tiszta fotográfiáról van szó. Tehát olyan képeket látunk, amelyek fotografikus képek, amelyeken érvényesül mindaz, amit ugye
Moholy nagy valamilyen formában a 20-as években többféleképpen, több helyen és több módon is megfogalmaz. Miközben azt gondolom, hogy Sternberg például radikálisan félreérti Moholyt, vagy félre akarja érteni Moholyt, ez egy zárójel, és ezzel nem foglalkoznék. Viszont ugye itt egy olyan fotográfiai teljesítménnyel találkozunk, ami valójában már megfeleltethető lenne annak, amit Clement Greenberg az 1960-ban tartott előadásában, ugye amiben a modern művészetről beszél, azért fontos, hogy itt a kettő között van elég sok idő. Bocsánat, mindjárt próbálok itt orientálódni a technika segítségével. Ugye, tehát Greenberg 1960-ban megalkot egy fogalmat, a médium specifikusságot. És azt mondja, hogy tulajdonképpen a modern művészetnek, vagy az, amit ő modern művészetnek tételez, és amely állítása szerint a 19. század közepétől datálható, és egészen pontosan Manéhoz és Mané festészetéhez kapcsolja, ugye, tehát, hogy a médium ebben az értelemben alapvetően a modernitáshoz köthető, én hozzátenném, mint anyag, ugye, tehát az, amivel a festő dolgozik, a vászon, az ecset, a festék, minden egyéb, amihez hozzátartozik, a kép, mert ugye amire fölveszíti a vásznat, és a képkeret, stb. És ugye azt mondja Greenberg, hogy míg ezt megelőzően, és mondjuk ennek az egyik legjobb példája értelemszerűen az akadémizmus, amivel szemben ugye ezek az irányzatok részben meghatározzák magukat, és egyre elmélyültebben foglalkoznak magával a festészettel. Tehát azt mondja Greenberg, hogy míg korábban igyekeznek elrejteni ezeket a mediális sajátosságokat a művészek, addig a modern művészet arra használja föl saját művészetét, hogy magára a művészetre irányítsa a figyelmet, amely művészetnek meghatározó része ugye maga a médium, amivel dolgoznak. Ugye korábban ezek a korlátok, amit maga a médium jelent, ezek negativitásként jelennek meg a művészetben, amit értelemszerűen megpróbálnak elleplezni, elrejteni. A modern művészet, mondja Greenberg, viszont ezeket a korlátokat pozitív elemként használja, és eként meg is jeleníti, tehát többé nem rejti véka alá, sőt, nyilvánvalóvá is teszi. És hát ugye van itt még egy nagyon fontos fogalom, ami majd még nagy jelentőséggel fog bírni a mi számunkra, az pedig az, hogy a médiumot a művészeti terület korlátai, tehát azt mondja Greenberg, hogy a médiumot a művészeti terület korlátai határozzák meg. Tehát, hogy mi a festészet, azt ugye meghatározza a festészet minden korlátja. Tehát, hogy mi az, amit a festészettel létre lehet hozni, mi az, amit a szobrászattal létre lehet hozni. Tulajdonképpen az új tárgyias fotográfia és a tiszta fotográfia, legalábbis szerintem, ebben az értelemben megfeleltethető ennek a Greenbergi koncepciónak, hiszen ha megnézzük a 20-as évek végén, 30-as években készült fotográfiákat, amik aztán legalábbis az amerikai fotósoknak a munkája, ugye később a klasszikus fotográfiai modernizmus nevű valaminek a kitüntetett műtárgyaivá válnak, akkor itt valóban azzal szembesülünk, hogy elmennek a végsőkig, és a végletekig kihasználják azokat a lehetőségeket, amik egyrészt a nyersanyagban, másrészt pedig a technikában rejlenek. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan használják a legkisebb rekeszt, hogyan használják a nagyméretű síkfilmet, a hosszú expozíciós időt, a nagy mélységélességet, hogyan használják a különböző hívókat. Ugye nagyon szépen leírja ezt Dulovics Jenő több formában megjelent könyvében a 30-as évek közepén, hogy hogyan függ össze mondjuk az ellenfényes exponálás, most nem akarok butaságokat mondani, a lágyhívóval, illetve a hosszú ideig erősen beexponált vastag negatív a lágyhívóval, és hogyan lehet így gyakorlatilag minden apró részletet előcsalni majd a fotonyersanyag segítségével, hogy mindent láthatóvá lehessen tenni, amit egyébként adott esetben még az emberi szem sem feltétlenül lát. Tehát, hogy ebben az értelemben ugye megfeleltethető ez a fotográfia a médium specifikusság kategóriájának, és ennek annyi a jelentősége, hogy amennyiben ugye a két háború közötti fotográfiát
ebben az értelemben fotoművészetnek nevezzük, mint ahogy egyébként magát, tehát Albert Renger Pácsi, aki például az új tárgyas fotográfiának az egyik legjelentősebb német képviselője, ugye ő azt mondja, pont Moholy-val és Moholy társaival és a Bauhaus-al ellentétben, hogy majd ő megmutatja, hogy mi az igazi fotoművészet. Tehát ami azok ott csinálnak, az nem az, az valami rossz próbálkozás. Igen. Tehát, hogy ők magukat fotoművészként határozzák meg, amit csinálnak, az fotoművészetként határozzák meg, és ebben a Greenbergi, tehát a Greenbergi koncepcióból kiindulva azt gondolom, hogy ez többé-kevésbé meg is állná a helyét. Egyetlen egy probléma van ezzel az egész szituációval, és ez az apró probléma, ez tulajdonképpen a dadaizmusnak és a szürrealizmusnak a megjelenése, valamint a dada és a szürrealizmus viszonya a fotográfiához. Tulajdonképpen mind a két esetben azt láthatjuk, hogy egyrészt ott van a hagyományos művészeti műfajoknak a negligálása, nem annyira a tagadása, mint sokkal inkább a keverése, vegyítése, illetve valamilyen groteszk módon való felhasználása. Valamint ugye Duchamp megenged magának egy olyan megfogalmazást egy Stiglitznek írt levelében, hogy a fotográfia legnagyobb erénye az, hogy nem festészet. Ugye? Tehát, hogy valami fajta ellen médium. Tehát azért jó, azért szeretünk vele dolgozni, mert nem kell többet festeni. Persze erre egy művészettörzsész kollégám azt mondta, hogy könnyen mondott ilyeneket a Duchamp, mert hogy ő tényleg nem tud festeni, vagy legalábbis nem volt igazán jó festő, tehát neki kapóra jött, hogy egészen más módon tud elkezdeni tevékenykedni. Most miben áll ugye ez a új, radikális viszony a fotográfiához? Ugye ez egyrészt a kollásban és a montásban testet, nem állítom, hogy mondjuk a montást vagy a kollást azt a dada találta, vagy a dadaista művészek találták volna föl, de intenzíven használják. És ugye például Moholy-nál megjelennek olyan fogalmak, amelyek nagyon fontosak nála és a számára, mint az, hogy fototipográfia, ugye, és fotoplasztika. Ami pontosan mutatja azt, hogy nem arról szól, hogy van fotográfia és plasztika, hanem van két különböző nem tudom micsoda, és akkor mind a kettőt föl lehet használni, ahogy az alakítást valamilyen módon megvalósítsuk a segítségével. Még egy ilyen Heideggeri idézet, nem fogok többet tőle citálni, remélem. A 30-as évek közepén írja azt egy akkor nem publikált, nagyon fontos, nem publikált szövegében, hogy a műfajok kora az valójában lejárt, és hogy a műfajok csak a későjövő, valahogy úgy fogalmazni, hogy a későjövő lunatikusoknak a játékszere lesz. Ugye? Tehát ez is elég szigorú. Lunatikusok, igen. Tehát ilyen holdkórosok. Igen. Jó, tehát hogy ő is azt tételezi, hogy ez a hagyományos műfagi besorolás ez ebben az értelemben már nem igazán lényeges, és nem is feltétlenül kell ragaszkodni hozzá. És akkor, hogyha ugye figyelembe vesszük Greenberg fogalmát, a médium specifikusságot, illetve azt a helyzetet, amit a szürrealizmus és a dada viszonya a fotográfiához teremt, akkor azt kell állítanunk, hogy ami ezt megelőzően, tehát mondjuk az új tárgyasság, vagy a tiszta fotográfia előtt volt fotográfia, ugye amiről Moholy-nak megint csak elég pikírt megjegyzései vannak, azt ebben az értelemben, tehát hogy ezt a korábbi fotoművészetet ebben az értelemben valamilyen premodern művészetnek vagy premodern állapotnak kellene tételeznünk, pont azért, mert hogy a technika önön lényegének elrejtését szolgálja. Ugye, tehát az a technika, amit használnak, az azért van, hogy ne látszon azt, hogy amit csinálunk, az fotográfia. Ugye pont ez lesz a nagy váltás, ez lesz az, ami majd Stiglitz megörül Paul Strandnek, mert hogy Strand minden ilyet félretesz, ő egy egészen másfajta fotográfiai paradigmában gondolkodik. És akkor ugye ebből következik az, hogy amikor viszont a fotográfia végre ugye modern lehetne és modern művészet lehetne önön jogán, akkor ez már tulajdonképpen fokozatosan felülíródik, már hogy ez a lehetőség.
És hogy erre a modernségre fokozatosan fog árnyékot vetni a korábban használt szépségfogalomnak az elévülése vagy ellehetetlenülése, és akkor ebben a tekintetben tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy lágy fókuszról vagy éles fókuszról beszélünk. Ugye, tehát az akkori kortárs művészet fotó használata felől nézve, ez a fotográfia, amit akár az amerikai fotográfusok, akár a német fotográfusok és nyomukban sok más fotográfus képviselt a két háború között, ez valójában lehetne már modern művészet, de a probléma az, hogy már itt szembesülni kell azzal, hogy az öncélú, önelvű szépség, ami ezekben a fotográfiákban megjelenik, gondoljunk ugye a tükörfényes papírra, a gyönyörű fényekre, csillogásokra, nem csak a papír csillogására, hanem azokra a fényekre, amelyek ugye megcsillanak a víztükrön, vagy az üvegen, vagy az ezüst étkészleten. És a fekete tónusok, ezek ilyen öncélú szépségként jelennek meg ezekben a képekben. Igen, a másik lényeges probléma, amit itt én látok, az pedig az, amit egy magyar fotográfus, ugye az 1930 és 39 között alkotó, publikáló, kiállító, külföldi pályázatokon számtalan díjat nyerő, tehát komoly nemzetközi elismertségnek örvendő Zeiden Gusztáv fogalmaz meg egy, ha jól emlékszem, egy 1936-os írásában, ugye föltéve a kérdést, hogy mi a fotográfiában a stílus, illetve az egyediség vagy az egyéniség záloga, illetve lehetősége, és miben áll az eredetiség. Már hogy nem az, hogy az az enyém és nem a másiké, hanem abban, hogy valami olyasmit tudok csinálni, amit más még addig nem csinált. Tehát lényegében arra vonatkozik Zeiden Gusztáv kérdése, hogy mi választja el a fotoművészt a nem fotoművésztől. Tehát látjuk azt, hogy folyamatosan van egy ilyen érdekes birkózás. Ugye egyrészt azért, hogy a nagybetűs művészet részévé váljon az, amit fotoművészetként tételeznek, másrészt pedig azzal kínlódnak, hogy állandó jelleggel igazolják a saját művészi tevékenységüknek a különállóságát, különlegességét, és elhatárolódjanak minden más fotográfiai tevékenységtől. Ugye például a Pécsi Józsefnél elég nehéz megkülönböztetni, hogy mik azok, amik reklámfotók, és mik azok, amik ilyen poénos avantgárd kritikaként próbál meg megformálni fotográfiailag. Lényegében nincs különbség a kettő között, tehát nincs a termékneve ráírva a képre. Jó, tehát ugye Zeiden Gusztáv erre vonatkozóan teszi fel a kérdést. Ami ezt a problémát még érdekesebbé teszi, az az, hogy tulajdonképpen Ansel Adams is hasonlóan fogalmaz. És ugye arra a belátásra jut, hogy tulajdonképpen a látvány alapján ez nem eldönthető kérdés. Ugye, tehát, hogyha van egy jól megcsinált fénykép, és nekem az a fénykép tetszik, akkor nem tudom megmondani, hogy aki csinálta, az fotoművész, vagy nem fotoművész. Ugye, és akkor ott van az a legelején föltett kérdés, hogy hogyan tudom ezt a kettőt szétválasztani. Tehát hol a határ a kettő között, illetve milyen kritériumok alapján tudom megtenni ezt a szétválasztást. Ugorjunk megint egy picit időben, az 1950-es évek elején, ugye Németországban megint csak megjelenik egy irányzat, ami explicit módon magát fotoművészetként tételezi. Ez egy Otto Steiner nevezetű fotográfus nevéhez kapcsolható, aki tanárként is tevékenykedett ezekben az években, és két kiállítást szervezett, azt mondom, hogy 1952-ben, majd 53-ban, mind a kettőnek az volt a cím, hogy szubjektív fotográfia. És ugye a kiírásban egyetlen egy dolog szerepelt, illetve egy fontos kritérium volt, hogy bármit be lehet adni, tehát bármilyen munkával lehet pályázni a kiállításra, ez egy nyílt dolog volt, ami, és akkor itt van a lényeg, ami nem dokumentáló, tehát nem sajtófotó, vagy riport, vagy valami fajta dokumentalista fotográfia, illetve ami nem alkalmazott fotográfia. Ugye ez egyetlen egy valakire volt, már hogy nem maga a kiállítás kapcsán, hanem az egész irányzat kapcsán hátrányos megkülönböztetéssel, ez ugye a Berndt és Hilla Becher volt, akiket a konceptuális művészet
tehát az amerikai concept artnak az európai megjelenését gyakorlatilag nem tudtak hova elhelyezni. Tehát nem számított fotoművészetnek, mert hát ilyen tornyok, meg daruk, meg nem tudom mik voltak rajta, ilyen bányagépek, az nem volt elég művészi, és hát természetesen a festészet sem, vagy hát a művészet sem tudott, az a bizonyos művészet sem tudott vele mit kezdeni. Ugye akkor nyílt fel a szeme sokaknak, illetve hullott le a szemükről a hályog, amikor a konceptuális művészet különféle alkotásai, illetve maga az egész teoretikus problémafelvetés ugye fogadtatásra talál Európában, és akkor egyszerre csak tudják, hogy hopp, ennek megvan a helye. Hogy miért, meg hogy, az nem lényeges ebben az összefüggésben. Tehát ugye ott van egy kifejezetten fotoművészetként tételezett irányzat, ami azt gondolom, hogy éppen elég nehéz ezzel a korábban említettek, tehát a dadaizmus fotóhasználata, a szürrealizmus fotóhasználata, stb. Miatt ezzel az egésszel kezdeni. Meg természetesen azért is, mert hogy lényegében a divatfotót és a sajtó és dokumentarista fotót, meg tegyük hozzá szociófotót leszámítva, gyakorlatilag bármit ide lehet sorolni, bármit. Ami nem tudom, hogy milyen szempontok alapján válogattak, mert hogy ilyen elmosodott életlen képek is vannak, meg ilyen experimentális fotók is, ami ilyen fényjátékok vannak, egy kicsit ilyen fotogramra emlékeztető, de azért mégse. Tehát az égvilágon minden ott van, ami nem az, amit az előbb említettem. A másik izgalmas dolog ugyanebben a korszakban, ugye a korszak sajtófotográfiájára is valamifajta ilyen, ugye ezt használják a kertésszel kapcsolatban, ezt a nagyon vicces meghatározást, hogy életriport, nem tudom az mit jelent, de hogy ugye erre ráadatják a humanista jelzőt az 50-es években, és hogy ugye ide tartozik, amint említettem, a fotoriport, bizonyos értelemben ennek az ilyen kiterjesztett változata, mint a zenében, ugye a fotóesszé, és hogy ez lesz a korszaknak a fotoművészete, amellett a szubjektív fotográfia mellett, vagy annak ellenében, amitről ugye az Otto Steiner beszél Németországban, mert ugye ennek a fajta fotográfiának a központja az Párizs, és természetesen az Amerikai Egyesült Államok. És hát azt gondolom, hogy ez többek között olyan kiállításoknak köszönhető, mint az 50-es évek közepén, illetve egész pontosan 1955-ben Ausztriában megrendezett első magnum kiállítás, ami funkcióját tekintve nem egy fotóművészeti kiállítás, hanem egy propaganda tárlat, ami arra szolgált, hogy az önállósodó, függetlenedő Ausztriát valamilyen módon meggyőzik arról, hogy mégiscsak az az életforma, ami a nyugati világot jellemző, sokkal vonzóbb, mint a szovjet életforma, mert ugye az nincs eldöntve az államszerződés szerint, hogy kivel fognak aztán bilaterális kapcsolatokat kiépíteni Moszkvával, vagy pedig Washingtonnal, hogy a többit ne is említsem hozzá. A másik ilyen kiállítás, ami ugyanebben az évben startol, és hosszú-hosszú éveken keresztül ilyen vándorkiállításként bejárja az egész világot, a 60-as években még Moszkvába is eljut, nagyon vicces. Ugye ez az ember családja, ez a bizonyos híres Family of Man kiállítás, ami lényegét tekintve szintén nem fotoművészeti kiállítás. A fotót az tulajdonképpen a Family of Man kiállítás kapcsán Steichen csak használja, mégpedig ugyanúgy propaganda célokra, mint a magnum kiállítás kapcsán, az ottani kurátorok. Mégis azt kell látni, hogy ez a kontextus, ugye, tehát az, hogy a kiállítás sorozat első eseménye az a Modern Művészet Múzeumában van, ez mégiscsak meghatározza azt, hogy akkor az a fotográfia, amit ott látunk, sajtófotó, életriport, humanista fotográfia, bármi, ugye ez mind fotoművészetté válik, mert hiszen megint csak föl van írva az épületre, hogy múzeum. És hogyha múzeum, akkor ugye Flüsszér logikája nyomán ezeket a dolgokat csak esztétikai tárgyakként, azaz műtárgyakként tudjuk szemlélni. A másik fontos dolog, amit itt figyelembe kell venni, az pedig az, hogy a 60-as években
az akkori kortárs művészetben megint csak egészen új vagy más tendenciák jelennek meg. Ugye? Tehát az absztrakt expresszionizmus az így az 50-es évek végére elfárad. Ugye állítólag a Andy Warhol megkérdezte a galeristát, hogy ilyen fröcskölőset csináljak, vagy hozzak inkább mosóporos dobozt. És azt mondta a galerista, hogy hozzá mosóporos dobozt, ha egy hét alatt eladjuk, akkor azt kell csinálni. És akkor ez lett a Brillo doboz. Ezt a galerista mondta egyébként egy interjú kapcsán, ezt nem én találtam ki, ez nem városi legenda, hogy ez valóban így történt, azt persze nem tudni, de legalábbis rámutat arra, hogy mi az átmenet az absztrakt expresszionizmusból a pop artba. Legalábbis a galeristának az emlékei alapján. Viszont azt egyértelműen kell látni, hogy itt is a tulajdonképpen nincsenek műfajok, és nincs médium specifikusság. Ugye gondoljunk például arra, hogy Andy Warhol vegyíti a különféle kép előállító technikákat, a sokszorosító grafikát, a festést, a sokszorosító grafikán belül a szitanyomatot, a fotográfiát, ezeket hogyan színezi, stb. Aztán hogyan dolgozik később polaroiddal, videóval, hogyan vásárolja be magát egy tévésorozatnak az egyik részébe, és a Love Boaton ott illeg-billeg 45 percen keresztül a slepjével, és gyakorlatilag ő a főszereplője annak a résznek, ez az egy van. És hát meg annyi egyéb ilyen dolgot lehetne említeni, tehát gyakorlatilag ilyen performatív, és ilyen ugye én azt hittem föl magamnak, hogy ennek a művészetnek a két érdekes fő jellemzője van, az egyik ez a performativitás, ugye láss például a body art, azon belül a performance vagy a happening, és a processzualitás, ugye? Tehát hogy az alkotási folyamat, tehát ahogy a létrejön a mű, a gondolat megfogalmazódásától addig, amíg valamilyen módon bemutatásra kerül, az legalább olyan jelentőségű, ha nem nagyobb, mint a tárgy, amit aztán így megvásárol a MoMA nagyon sok pénzért. Ugye a Tom Wolfe háborodik föl azon, amikor a Modern Művészetek Múzeuma, nem tudom, ő leírja, hogy hány dollárért, de megvettek egy ilyen A4-es gépelt kéziratot, mint műalkotást, és akkor ezen teljesen ki van akadva, hogy ez most akkor tulajdonképpen micsoda. Ugye, tehát, hogy ez az időszak az, amikor ezek mellett azóta, hogy a neoavangárd irányzatoknak nevezett bígyók közben, vagy ezekhez tartozóan ugye megjelenik maga a fogalmi művészet is, akik sokkal radikálisabban használják fel a fotót, mint mondjuk a body art művészek, vagy a land art művészek, vagy egyéb más neoavangárd területek művészei. És akkor én fölteszem a kérdést, hogy valóban csak használatról van-e szó, vagy sokkal inkább arról, hogy dolgoznak vele. Ugye, tehát nem pusztán arról, hogy ja, itt van egy fénykép, akkor azt is belerakom a műbe. Hanem a mű szempontjából lényegi jelentősége a fotónak, ha másért nem, akkor azért, mert csak azzal jeleníthető meg valami, amit közvetíteni kíván a művész. És ebben az értelemben ugye ennek a fotónak nincsen tárgyi szempontból jelentősége. Tehát érdektelen az, hogy mi maga a fotó papíron látható egyedi kép. Mert ez bármikor megismételhető, újra nagyítható, újra előállítható egészen addig, amíg ugye a negatív nem semmisül meg. És ez az időszak az, amikor ugye a Beke László a 72-es cikkében utal is erre, amikor a fotoművészek, tehát akik valamilyen módon így kötődnek ez a hagyományos médium specifikus megközelítéshez, ugye elkezdenek használni, mivel hogy továbbra is el akarnak határolni másfajta fotóhasználatoktól, mint ami az ő fotóhasználatukat jellemzi, és mivel ebbe a médium specifikusságban már nehéz belekapaszkodni, mondván, hogy az nem fotóművészet, mert nem tudom micsoda, ugye egyetlen egy dolog marad, amit használhatnak, ez pedig a nyelv. És így jönnek létre ezek a nagyon furcsa torzók, mint például a művészi fotóhasználat, vagy a fotóalapú művészet, vagy a művészek, akik fotót használnak, és föltehetjük a kérdést, hogy ez valójában mit jelent? Van-e ennek értelme? Jelent-e bármit ez az állítás, mint fotóalapú művészet? Próbáljuk meg behelyettesíteni a fotót, ugye például olyan dolgokkal, tehát olyan eszközökkel vagy anyagokkal, amelyeket mondjuk az akkori kortárs művészet vagy a mai kortárs művészet használ. Ugye
Mit jelent az, hogy mondjuk zsír alakú művészet, vagy zsírt használó művészek? Mit jelent az, hogy Volkswagen busz alapú művészet, vagy farkas alapú művészet, vagy sertés, esetleg tűzoltóautó alapú művészet, vagy fáradt olajat használó művész, vagy pedig, nem tudom, cápa alapú, vagy cápát használó művész, az pontosabb, nem? Nem? Nem. De cápát is használ, van egy, ami így félbe van vágva, ugye? Szeletelve. Jó, tehát hogy van ennek az állításnak bármiféle értelme. És ugye felvetődik az a kérdés, hogy akkor miért problémás ezzel egy időben arról beszélni, hogy van ilyen, hogy fotoművészet. Egyszer, nem tudom, teljesen véletlenül egy ilyen nagyon izgalmas analógiát találtam erre az egészre. Mondjuk induljunk ki abból, hogy van fotoművészet és van művészi fotóhasználat. És akkor ugye lehetne azt mondani, hogy van a Land Art, amely használ mindenféle munkagépeket, mondjuk markolót, meg úthengert, meg dömpert, meg kőtörőt, meg nem tudom micsodát. És hát persze vannak azok, akik mesterien tudnak dömpert vezetni, meg úthengert vezetni. És ugye föltehetjük magunknak a kérdést, hogyha elég jól vezeti az úthengert, akkor ő vajon úthenger művésze. Annak analógiára, hogy ugye a fotó alapú művészetet összevetjük valamiféle fotoművészettel. Tehát, hogy mi a funkciója az eszköznek a mű létrehozásában? És hogy ez eszköze, vagy pedig végtermék, vagy végcél. Tessék? Médium. Na de most mondtuk, hogy a médium az ebből a szempontból most itt zárójelbe van téve. Vagy erre vissza fogok még térni. Jó, tehát... a másik dolog pedig az, hogy megjelennek olyan koncepciók a kortárs művészetben, amelyek valamilyen módon a művészet történeti fogalom használatára reflektálnak. És ugye ennek a reflexiónak a legjobb eszköze az a fotográfia. Na most itt szembesülünk például azzal, hogy rögtön ugye kezd elmosódni megint csak a radikális különbség a kortárs művészet, mint fotóhasználat, meg a fotoművészet között, hiszen például a New Landscape kiállítás képviselői, Bent és Hila Becher, Louis Balz, Robert Adamson, ők ugye például technikai szempontból hibátlan fényképeket készítenek. Tehát ők nem úgy használják a fotográfiát, ahogy mondjuk a, nem tudom, mondjuk a Joseph Kossuth lefényképez egy széket, és akkor mindegy, hogy hogy néz ki, csak ott legyen a falon. Tehát itt van egy olyan valami, ami egy ilyen furcsa köztes állapotnak kéne, hogy legyen, mert hogy nem is pusztán fotóművészet, de nem is csak tisztán fotóhasználat, hiszen valami konceptuális felvetés, egy probléma, egy valami fajta gondolatmenet húzódik meg a háttérben, aminek a kibontására, megmutatására a művész akár tetszik, akár nem, de a fotográfiát használja föl eszközként. És akkor ugye ezzel egy időben lényegében a fotográfia a konceptuális művészet segítségével révén, vagy azon keresztül valamilyen módon az intézményrendszer része lesz, tehát muzealizálódik, illetve elkezdik majd később gyűjteni. De ezzel egy időben megjelennek ugye azok a galériák, amelyek fotótörténeti szempontból jelentős képeket kezdenek el gyűjteni, mint például a Howard Greenberg Galéria New Yorkban. És ugyanígy azt láthatjuk, hogy a MoMA is elkezd intenzíven fotográfiákat gyűjteni, és nem csak a történeti szempontból érdekes fotográfiákat, hanem elkezd kortársaktól fotográfiákat vásárolni. És igen. És hát természetesen például a MoMA esetében az nagyon fontos, itt egy nagyon jól körülhatárolható tematikájú fotográfia az, ami bekerül ezáltal az akkori kortárs művészet intézményrendszerébe és kontextusába. Itt megpróbálnék egy picit ugrani, mert már 8 óra van, és
Úgyhogy ezt az egész múzeum problémát ezt itt félretenném. Ugye azt gondolom egy picit ilyen összefoglalásként, hogy a fotográfia az valójában egy lesz a sok médium között a 70-es évektől fokozatosan. És akkor itt ugye föl lehet tenni a kérdés, hogy milyen értelemben médium. Tehát nem arról van szó, hogy egyébként a médiumot, mint olyat most indexre tennénk, és ezt nem szabad használni, pusztán arról van szó, hogy nem a médium alapján próbáljuk meg kategorizálni mondjuk a művészi alkotásokat. Ez majd később elő fog jönni, tehát hogy nem mondunk ellent amúgy egymásnak. Jó, tehát hogy egy lesz a sok lehetőség közül, egy lesz a sok eszköz közül, médium közül a kortárs művészetben, és éppen ezért egyre kevésbé tűnik relevánsnak ez a megkülönböztetés a művészet és a fotoművészet között, főleg azért, mert mondjuk a 70-es évek közepétől ugye egyre gyakrabban találkozunk majd olyan akár konceptuális művekkel is, amelyek fototechnikai szempontból vagy a fotoművészek szempontjából a legapróbb igényeket is maximálisan kielégíthetik. Gondoljunk csak például Hiroshi Sugimoto egészen elképesztő fotográfiáira. Tehát azt gondolom, hogy itt tehát, hogy ez a fajta szétválasztás ebben a pillanatban, már hogy a 70-es évek vége felé, a 80-as években valahogy értelmét veszti, és zárójelbe kéne, hogy tevődjön, azonban mégsem ez fog igazán majd történni. Jó, tulajdonképpen az a tanulsága a dolognak itt a korszak határon, hogy a technika és a kivitelezés bármennyire is fontos, minden esetben alárendelődik majd a koncepciónak. Ugye, amiről a mű szól, vagy amit a mű megkíván mutatni, vagy ami alapján fölépül maga a mű. És ugye az eszközhasználat az mindig kritikai, és mindig reflektív, és pusztán egy a sok lehetséges eszköz közül, de soha nem választás, és soha nem önkényesség eredménye, hanem mindig szükségszerű ez a választás. Tehát nem azért használok fotót, mert ahhoz értek, és a videóhoz meg nem értek, és nem azért videózom, mert nem tudok fényképezni, ami amúgy egyébként abszurdnak tűnik. Tehát ugye ez teljesen irrelevánssá válik ebben a pillanatban, ugye mindegy, legyen azért itt egy példa, tehát mondjuk Cindy Shermannek az első, amivel világhírű lett, ugye sorozatával kapcsolatban nyugodtan föltehetjük a kérdést, hogy hogyan lehetett volna másképp bemutatni, ha nem fényképen, ha nem 18x24-es fekete-fehér baritált nagyításokon, amik föl vannak rajszögezve egy falra. Ahol persze az installáció az rendkívül fontos és nem esetleges, és nem azért így lett installálva, mert nem volt rá pénze, hanem mert ezzel utal valamire, ami lényeges. Tehát ezt nem lehet megfesteni, ezt nem lehet levideózni, ezt nem lehet előadni egy performance keretében, és a többi, ugye lehetne sorolni. Tehát látjuk azt, hogy itt teljesen irrelevánssá válik ez a fajta szétválasztás. És akkor tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy akkor megkíséreljünk egy ilyen szinkron megközelítést. Az tagadhatatlan, hogy aktuálisan, és akkor mondjuk most beszélünk az elmúlt két évtizedről körülbelül, vagy két és fél évtizedről. Tehát a fotográfia egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Nem csak a művészetben, hanem a mindennapi életben is. Dacára annak, hogy már sokan a halálát vizionálták, beszéltek valamilyen értelemben a fotográfia utáni korszakról. Ezek egyébként nem rosszak, tehát megállják a helyüket ezek a felvetések, csak most nem tartoznak ide, illetve nem fontos. És tulajdonképpen a digitalizáció sem jelent radikális váltást, erre számos példát lehetne említeni, hanem sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy különféle hibridek jönnek létre, ugye? Tehát ilyen vegyes dolgok, és akkor azon belül természetesen az, hogy mennyiben fotó, mennyiben szintetikus, az már ebből a szempontból indiferens. Tehát, hogy a digitalizáció sokkal inkább új lehetőségeket teremt, semmint valamilyen értelemben korlátot jelentene. És akkor föl lehet tenni megint csak a kérdést, hogy az elején, hogy akkor most a kortárs, tehát a aktuálisan nézve a dolgot, ugye még továbbra is a fotoművészet fogalomnál tartunk, hogyan közelítsünk hozzá a használati mód felől, vagy afelől, ahogy megjelenik a kortárs művészetben.
Vagy ahogyan megjelenik a kortárs művészetben, azaz hogyan használja a kortárs művészet a fotográfiát. Ami azért nehéz, ez nem problematikus, ami azért kifejezetten nehéz, mert ugye lehet bizonyos kategóriákat vagy csoportokat szétválasztani, de azért alapvetően azt látjuk, hogy a használatmódja az, hogy ki és miért nyúl a fotográfiához, abban az értelemben, hogy erre az előbb utaltam, ugye, hogy ez szükségszerű és nem önkényes, hanem valamiként következik a koncepcióból és következik a problémafeltetésből. Ez mindig tartalmaz azt, hogy miként tekintünk médiumként a fotográfiára. Ugye? Tehát, hogy mi az a médium fogalom, ami itt jelentőséggel bír. Tehát például a fotogram esetében elsősorban az anyag szerűsége, gondolom. Akkor ugye a már emlegetett Erwin Wurm vagy Thomas Demann esetében ugye például ahogyan a pillanatot rögzíti, kimereviti, elnyújtja és hosszú távon befogadhatóvá teszi, illetve ahogyan helyére áll a kép valamiféle tárgyi, háromdimenziós anyagi valóságnak. Természetesen meg lehetne itt említeni azt a fajta médium koncepciót, ugye, amit McLuhanhez szoktunk kötni, és aminek ugye komoly harcosa vagy pártolója volt a maga módján Wilhelm Flusser. Tehát amikor magát az információ közlő valamit választja témául a művész, lát például Cindy Sherman vagy Richard Prince, amikor a fotográfia az eszköz, amivel dolgozik, egyben a fotográfia a téma, amire reflektál. Ugye? És a fotográfia különböző a populáris kultúrában látható különféle használati és megjelenési módjai azok, amelyek a kiinduló problémát jelentik ebben a korszakban ezeknek a művészeknek. Ugye a másik dolog pedig, amit esetleg itt figyelembe lehetne vagy kellene venni, hogy meg lehet-e közelíteni ezt az egész probléma halmazt, mondjuk a kortárs művészet definíciója felől. Ugye, mert ha azt mondja, hogy van fotoművészet, és van a művészet, akkor azt a művészetet valamiként meg kell határozni. Mi az a művészet, amivel szemben ez a másik valami fotoművészetként továbbra is érvénnyel bír. Ennek ugye az az egyetlen hátulütője van, hogy nagyon sok minden szorulna akkor kívülre, ugye, tehát ami nem fotoművészet, de mondjuk művészet, tehát nagyon sok olyan fotó alapú, idézőjelben, munka lenne, aminek a státusza az mód felett bizonytalan. Ugye, tehát mi van akkor, amikor például Jeff Wall esetében, aki eleinte tagadja, hogy ő fotoművész lenne, ő művész, aztán van egy ilyen megvilágosodása, ugye, tehát megtér, és onnantól kezdve úgy beszél magáról, mint fotoművészről, olyannyira, hogy a korai, tehát a 60-as évek végén, a 70-es évek elején nála tartó ilyen konceptuális művészeti korszakát, azt gyakorlatilag legtagadja, nem azt mondja, hogy nem történt meg, csak az nem kerül bele az életmű albumba. Ugye, tehát azt nem tekinti többet az életmű részének, pedig szerintem sokkal izgalmasabb, a 70-es évek végén készült munkáival együtt, annál, mint amit mondjuk a 80-as évek közepétől élete eddigi pillanatáig bármit létrehozott. Tehát, hogy nagyon sok mindennek a státusza ebben az értelemben bizonytalanná válik, ez nagyon sok minden kiszorul, és továbbra is ott van ugye az a kérdés, hogy ami viszont fotoművészet, ott akkor hol van a határ a művészi fotó, vagy és a nem művészi fotó, vagy a művészetként tekintett fotó, és a nem művészetként tekintett fotó között. És akkor tulajdonképpen itt ugye a kortárs művészetben való használat alapján először a médium fogalmával kellene egy picit foglalkoznunk, és akkor ugye ezt már említettem, hogy lehetne kommunikációs eszközként, anyagként tételezni, illetve Hans Bertingnek van ez a nagyon híres koncepciója, hogy a médium az valójában a képnek a teste. És a test tudomású vétele, ami a fotográfiánál hagyományosan mindig problematikus, ugye, ő csak annyit mond erről, transzparensé válik a médium, láthatatlanná, tehát hogy nem vesszük tudomásul azt, hogy mi az a test, amiben, vagy amin elénk jön a kép. Ugye? Tehát ezt úgy zárójelbe tesszük. Vagy pedig csak magával a testtel beszélünk, és akkor az egész mi az tulajdonképpen egy technikai probléma lenne ebben a beltingi értelemben.
Ugyanakkor viszont van itt egy brit filozófus, aki rengeteget foglalkozik művészetelmélettel, és ugye ő azt mondja, hogy tulajdonképpen nem a médium fogalom az, ami meghatározó. És nagyon érdekes, ugye ő azt állítja, amit én is mondtam korábban, hogy a kortárs művészetben a fotográfia rendkívül fontos szerepet kap. És akkor fölteszi magának a kérdést, hogy jó, de mi az, hogy fotográfia? Tehát mi az, ami a rengeteg valamit, amit ő elnevez aztán fotografikusnak, ugye, tehát nem használja többet a fotográfia szót, csak azt mondja, hogy fotografikus, mi az, ami ezt a sokféleséget összekapcsolja, és azt mondja, hogy ez biztos, hogy nem a medialitása. Mert hogy és akkor itt ér ki erre a médium specifikusságra, amit Greenberg megfogalmaz. És akkor ugye ezzel szemben azt mondja Osborne, hogy ezeknek a fotografikus dolgoknak a közös nevezője, ugye, ami valamiféle egységi formája, az az indexikussága. Amivel egyetlen egy apró probléma van, hogy a digitális fotográfia használatával ez az indexikusság a képrögzítési folyamat egy bizonyos pontján tulajdonképpen elmész. És nagyon érdekes, hogy nyilván ez nem túl originális, amit itt Osborne megfogalmaz, amikor arról beszél, hogy tulajdonképpen két alapvető koncepciót lehet itt felvázolni, az egyikben a fotó mint művészet jelenik meg, a másik pedig, ami inkább az ő koncepció, hogy a fotó a művészetben. Ugye? Tehát, hogyha nem arról beszélünk, hogy a fotó mint művészet, akkor gyakorlatilag félretettük a fotoművészet fogalmat, és akkor maradt az, hogy kortárs művészet, és a kortárs művészetben ott a fotográfia, ami egy, de szükségszerű választási lehetőség a sok egyéb lehetőség között, akár médiumnak hívjuk, akár technikának, akármi másnak. Na most a fotó mint művészet, ez nagyon fontos, amit Osborne itt fölvet, amit egyébként magunk is kitalálhatunk, tehát ez nem kell angol tudósokhoz fordulni tanácsért és segítségért. Tehát hogy az első, a fotó mint művészet, egyik jelentős képviselő az tulajdonképpen Jeff Wall, és a legfontosabb teoretikusa az egy brit kritikus, aki az Egyesült Államokban él, ő tudják, hogy Michael Fried. Ugye, hogy Jeff Wall miért a szószólója, vagy miért a megtestesítője, és Fried miért a szószólója ennek az irányzatnak. Tulajdonképpen maga Wall ad választ valamikor a 80-as években egy interjúban, amikor visszanyúl egy 19. századi közepi koncepcióhoz. És ez a koncepció ez nem mástól, mint Charles Baudelaire-től származik, a modern élet festője koncepció. És akkor azt mondja Wall, hogy én tulajdonképpen a modern élet festője vagyok, csak nem festek, mert a korszak uralkodó médiuma nem a festészet, hanem a fotográfia. De ragaszkodik a táblaképhez. Ugye? Tehát ragaszkodik ahhoz, hogy az egy ilyen önmagában zárt entitás, ami múzeumi tárgyként falra akasztandó, és csak és ott, abban a helyzetben, azon a módon befogadható, ami, félve merem kimondani ezeket a súlyos szavakat, gyakorlatilag a mű újra auratizálását jelenti. Mert hogy a reprodukciója a műnek, az többi nem tekintető semmilyen értelemben sem azonosnak a magával a műnek. Már csak a méretéből adódóan is, az anyagából adódóan is, a megjelenítési módjából adódóan is, azt hiszem, hogy ezt nem is kell tovább részletezni. Viszont, hogyha ugye azt mondjuk, hogy ez a táblaképnek valamilyen fajta visszatérése, és itt a táblakép az nem valami fajta, tehát nem a koncepció részeként és valamiféle kritika tárgyaként jelenik meg ebben az egészben, akkor tulajdonképpen nyugodtan állíthatjuk azt, Jeff Wall, mondom, a 80-as évek közepétől, mondjuk, vagy a 80-as évek elejétől létrejött művei kapcsán, hogy ez egy új piktorializmus. És én nyugodtan ide sorolom Gregory Crudzont, és az összes olyan, mondjuk, nem tudom, minek kell hívni őket most, staged, meg narratív fotóst, akik ugye Jeff Wall módján, és Jeff Wallból, vagy tól kiindulva, vagy elindulva hozzák létre a maguk munkáit, amiből tulajdonképpen, és ezt többen meg is fogalmazták, különben tulajdonképpen létrejön egy újfajta akadémizmus. Erről ez rendtentő gyorsan és egyszerűen tanulható. És utána nem kell hozzá semmi más, csak iszonyatos nagy türelem, szervezőképesség és pénz.
És ha ez a három rendelkezésre áll, akkor gyakorlatilag gyárthatóak ezek a képek, és azt hiszem, hogy erre a Knudson egy kiváló példa, egyébként mestere, tehát hogy azért ez is kell szaktudás, ami nem azt állítom, hogy nem. Igen? Meg a jó. Oké. Jó. Oké. Na most itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy de ez tényleg csak egy ilyen lábjegyzet, hogy mi a probléma bizonyos értelemben ezzel a narratív fotográfiával egy ponton túl, de lehet, hogy rögtön az első ponton is. Ez nagyon szépen kiderül abban, amit ez a Steinberger nevű művészettörténész ír ugyanabban a cikkében, amiről korábban is tettem már említést. Egy 1896-ban készült képre utalva, nem találta meg sajnos a képet, úgyhogy nem is mondom el, hogy hogy néz ki, meg nem is érdemes bemutatni. Csak annyit mond ezzel kapcsolatban, hogy ha megfejtjük, hogy mi van a képen, tehát be tudjuk azonosítani a figurát, a történetet, stb. Most mindegy, hogy mitológiáról beszélünk, vagy Kafkáról, vagy valami amerikai novellistáról, vagy egy másik művészettörténeti alkotásról, akkor tulajdonképpen a kép úgy működik, mint egy képrejtvény. Tehát, hogy fölismerem-e, be tudom-e azonosítani a bizonyos dolgokat, és össze tudom-e rakni ebből ezt a történetet, és tulajdonképpen, hogyha igen, akkor onnantól kezdve a kép maga már nem annyira izgalmas, mert hiszen a történet az sokkal fontosabbá válik, mert nem biztos, hogy a kép az akkor jó, hogyha a képben történnek meg bizonyos dolgok. Ha ez a képen kívül marad, akkor onnantól kezdve a kép az különösebben nem lesz érdekes. És akkor valójában is ez lesz akkor majdnem a lezárás, tényleg nem akarom itt az időt húzni vele, nagyon gyorsan felsorolnám, hogy mi az a 6 pont, ugye tehát abból indultunk ki, hogy Osborne a fotográfiát meghatározó médiumnak, eszköznek, stb. Látja a kortárs művészetben, és ugye azt mondja ennek kapcsán, hogy ugye a fénykép az nem pusztán kép, hanem egyben eszköz is, amihez mindenféle praxisok kapcsolódnak, utalva különböző társadalmi funkciókra. És ugye emiatt mondja majd azt, hogy tulajdonképpen a fénykép annyiban tekinthető művészetnek, és akkor itt jön ugye az, hogy nem a fotográfia mint művészet, hanem a fotográfia a művészetben, annyiban tekinthető művészetnek, amennyiben, és ez... Osborne-nak szerintem az originális, tehát a saját fogalma, amit ő alkott meg, ez a posztkonceptuális gyakorlat. Ugye? Tehát amennyiben a fotográfia posztkonceptuális gyakorlat, 6 pontban sorolja föl, mi a posztkonceptuális gyakorlatnak a lényege, illetve mik a lehetőségének a feltételei. Tényleg csak nagyon gyorsan, és nem is térnék ki arra, hogy ez tulajdonképpen mit is akarna mélyebb összefüggéseiben jelenteni. Tehát egyrészt beszél ugye az első pontban a művészet konceptuális jellegéről, tehát arról, hogy fogalmakból jön létre. Ezek kapcsolatából példaként megjelenített bemutatásából, a kizárásból, valamint abból, hogy tételezi azt, hogy mi az, hogy művészet, illetve nem művészet. Tehát ennek a szembeállítását tudatosítja a művel, a műben benne. A második pont az, hogy megszüntethetetlen, de radikálisan nem megfelelő esztétikai dimenziója van a műnek. Ugye? Tehát, hogy valamilyen módon, de mégiscsak láthatóvá kell válnia. Tehát van egy anyagi valósága, és ennek az anyagi valóságának, ahogyan megvalósul, ahogy létrejön, ennek van anyagi térbeli, időbeli megmutatása, és ebből a tekintetben mindig vannak esztétikai minőségek, amelyek hozzá kapcsolódnak. Ugyanakkor viszont, és ez lenne a harmadik pont, mondja Osborne, hogy az esztétikailag értett anyag mégis ugye a szépségelvűség értelmében esztétizálás ellenes, és az ilyen formában történő használata az mindig kritikai szükségszerűséget feltételez. Ugye, tehát, hogy ne nézzük gicsnek, mert hogy itt nem persze nem arról van szó, hogy nem lehet szép a mű, hanem arról van szó, hogy a szépségnek van valami mélyebb értelme. Ugye? Tehát, hogy az szükségszerűen következik a mű létrehozásából, vagy a mű koncepciójából, vagy egyáltalán abból, ahogyan a mű van. Ugye gondoljunk arra, hogy vannak olyan művészek, akik használják tudatosan a gicset. Tehát szándékosan gics művészetet
hoznak létre. Ott mégsem mondjuk azt, hogy hú, hát ez milyen gicses. Pont azért, mert benne van ez a fajta kritikai viszonyulás ehhez az egészhez. A negyedik pont, amit Osborne megemlít, ez a transzkategoriális jellege, ugye az, hogy a lehetséges anyagi formái azok majdnem végtelen módon kiterjeszthetők. Tehát megváltoztatható, beemelhető, kiegészíthető, tovább gondolható, stb. Az ötödik az, ezek ilyen kicsit bizarr fogalmak már, ugye azt mondja, hogy radikálisan elosztó egység, ugye, ami az egyes művet valamiképpen jellemzi, minden egyes anyagi megvalósulásában, bármely időpontban. Tehát itt azt gondolom, hogy inkább a terjesztésről beszél, arról, hogy hogyan osztható ez meg másokkal, és ugye erre példa nála többek között Robert Smithson több műve, illetve a már emlegetett Walid Rád. És a hatodik pont pedig, ugye azt mondja, hogy ennek az elosztó egységnek a történeti alakíthatósága, és új viszonyok közé, tehát amennyiben ugye új viszonyok közé kerül, akkor utóélete során ez az új viszonyrendszer, ez megváltoztatja a jellegét, illetve retroaktívan visszahathat a korábbiakra is, ez egy elég erősen hermeneutikai megközelítés, tehát az, hogy egy adott korszakban adott módon értelmezhetek egy művet, és nem másképp, és hogyha később újból nekikezdek az értelmezésnek, akkor törvényszerű, hogy egy teljesen másfajta megközelítésre, vagy értelmezési értelmezést fogok megalkotni ugyanazzal a művel kapcsolatban. Tehát ugye Osborne elismeri a fotográfia jelentőségét, annak akármilyen formájában. A fontos azonban az, hogy igen, tehát ugye az a fontos, hogy a fotó valamilyen módon, ugye a medialitáson túl mégiscsak összeköti, már illetve bocsánat, hogy Osborne ezeket a medialitáson túli eljárásokat valamilyen módon összeköti. Tehát azokat az eljárásokat, amelyeket valamilyen módon ugye kulturálisan hozzátapadnak a fotográfiához. És hát nagyon röviden tényleg csak nem akarok senkit ennyire igénybe venni. Ugye föltehetnénk a második pont, vagy az első pont értelmében azt, hogy mit kezdjünk mégis a napi tapasztalattal. Ugye azzal, ami van, egyrészt ugye ahogyan beszélünk róla, és ez ellentmond mindannak, amit eddig említettem. Tehát az, hogy a számtalan szakfolyóiratban, vagy nem szakfolyóiratban, kiállítási katalógusban, beharangozóban, stb. Léptennyomon találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy fotoművészet, fotoművész, fotoművészeti alkotás. És ugye, amit a legelején mondtam, hogy természetesen nem tiltható be, és senkinek nem is áll szándékában betiltani a fogalom használatát, nem is diszkreditálható. Ugyanakkor azért egy pár dolgot érdemes itt figyelembe venni. Azt már mondtam, hogy az intézményi motivációt azt kihagyom, hogy egy galéria miért lesz fotoművészeti galéria. A másik viszont ugye a műtárnak kell, hogy legyen egy kritikai recepciója. Tehát, hogyha van egy ilyen, hogy fotoművészeti alkotás, akkor persze a kritikus odaül a mű elé, és akkor elkezdi nézni, elkezd gondolkodni, és aztán leírja, hogy nem azt, hogy mit gondol, hanem hogy egyáltalán milyen belátásokra jutott a munkával kapcsolatban. És ahogy ugye az elején ezt mondtam, két lehetőség van, vagy azt mondja, hogy jó, vagy azt mondja, hogy rossz, illetve érdektelen, indiferens viszont a létét elfogadja. Tehát azt mondja, hogy oké, van ilyen, hogy fotoművészet, de tulajdonképpen ami létrejön, az nem túl izgalmas, nem túl jelentős. Akkor ugye itt van egy ilyen alpont, hogy van számos olyan mű, illetve kép, ami bekerül a művészeti intézményrendszerbe, és egész egyszerűen annak okán, hogy korábban egész máshol volt a helye, és ezek a képek jelen pillanatban ugye fotoművészeti alkotásként galériákban láthatók. Divatfotó, alkalmazott mondjuk tárgyfotók, vagy építészeti fotó, lehetne még sorolni a fotográfiai műfajokat. Az is nagyon lényeges, azt gondolom, hogy a kortárs művészet nagyon sok mindent vesz át a populáris kultúrából, a tömegkultúrából,
És aztán, ami így megjelenik a kortárs művészetben, az idő után szépen leszivárog, ugye, vagy átszivárog ebbe a fotoművészetbe. Ez a folyamat természetesen lehet fordított irányultságú is. A különbség, és akkor itt felvetődik a kérdés, hogy de akkor hol van a különbség, és akkor ott tartunk annál a problémánál, amivel ugye Arthur Danto birkózik a műalkotás színe, a művészet színeváltozása. Bocsánat, Közhely színeváltozása című könyvében, hogy hogyan teszünk különbséget a művészi alkotás meg az ugyanúgy kinéző nem művészi alkotás között, illetve ebben az esetben hogy teszünk különbséget ma a kortárs mű és a fotoművészeti alkotás között, hogyha egyszer külsőleg gyakorlatilag megkülönböztethetetnek, azt nem állítom, hogy identikusak, de akár még ezt is megkockáztatnám, hiszen a lehetősége fennáll, és akkor hogyan fogjuk ezt a kettőt szétválasztani. Hogyha elfogadjuk ennek a sokasságnak a létét, már ugye ennek a sokféle fotoművészeti alkotásnak a képét, akkor ugye olyan megállapításokat tehetünk, hogy jó, van, de nem tekinthető kortársnak abban az értelemben, ahogyan ez itt megfogalmazásra kerül, vagy azért, mert nincs benne kritikai reflexió, vagy azért, mert nem akar semmit se kezdeni azzal az aktuális helyzettel, amiben ez a mű létrejön. Nem kötődik mondjuk a művészettörténet hagyományához, vagy jobb esetben csak fotográfiai hagyományokhoz köthető, vagy nem kötődik semmilyen hagyományhoz, mindentől különválva valamilyen önálló entitásként létezik. És ugye szembesülnünk kell azzal, hogy ezeknek a képeknek egy jelentős része, ahogyan ezt ugye itt korábban fölvázoltam, még a modern művészethez sem sorolható, mert hogy nem nincsen összhangban ezzel a Greenbergi koncepcióval, illetve azzal a modern művészet koncepcióval, amit általában el szoktunk fogadni. És akkor itt jön az, amit már egyszer fölvetettem, hogy ugye az öncélú szépség miatt hajolhatunk arra, hogy esetleg gicsnek tekintsük, és pedig nem a zontági kemp fogalmának az értelmében, ahol ugye a játékosság, az öntörvényűség, a szándékosság, a szándékos túlzás, a szándékolt rossz megjelenítés vagy béna kivitelezés teszi igazán kempé azt a dolgot, és nem pusztán gicsé. Ez sokkal inkább szerintem ez a Brochi értelemben vett, vagy a Clement Greenbergnél megjelenő gics fogalom fedné le azt, amiről itt szó lehet. Ugye érdekes az, hogy sokan szokták azt mondani, hogy a fotográfia az a látás művészete. Én ezt készséggel elfogadom, de azt is gondolom, hogy talán a művészetnek nem feltétlenül az a feladata, hogy a önmagában szép és az önmagában fenséges megjelenítése idején túl valamilyen módon ezeket ilyen önelvűen és öncélúan felmutassa. Ugye van egy A.G. Bernstein nevezetű amerikai művészet filozófus, aki ugye egy egész könyvet szentel annak a problémának, hogy amikor szekularizálódik a művészet, tehát ugye kikerül az egyház és az udvar gyámkodása alól, akkor onnantól kezdve állandóan ilyen legitimációs kényszer alatt áll. Tehát mindig igazolnia kell saját létének a létjogosultságát, tehát a saját létjogosultságát. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból a láthatóvá tétel és a felmutatás értelmében vett láthatóvá tétel, ami egykor az ikonfestészetben meghatározó, és a totemeknél, azt gondolom, hogy ez mára kevésnek tűnik, és többek között éppen azért, mert ugye az Osborne-i koncepció szerint a művészet feladata, amennyiben persze fenntartjuk, hogy a mű magában álló módon is érvényes, ugye, tehát, hogy a művészet feladata ennél azért sokkal összetettebb, mint hogy pusztán rámutasson valamire, ami önmagában szép, vagy pusztán a fotográfia által válik szépé, vagy szépségessé, nem tudom. És akkor azt hiszem, hogy ez az utolsó gondolat, és akkor várom a kritikákat. De. Akkor nekem van ez a
a jackpot problémám, ugye azt mondod, és félre, nem tudom, hogy ez az újra auratizálás, ez nálad egy negatív. Nem. És hogy összehasonlítani mondjuk a jó. Nem, azért mondtam csak, hogy félve, bocsánat, azért mondtam csak, hogy félve, ez egy rettenetesen terhelt fogalom. És ugye, amikor a Radnóti Sándor ír a Benjaminnak az aura fogalmáról, ott az egyik könyv előszavában, ami egy ilyen önálló, nagyon izgalmas és jelentős kritikai recepciója Benjaminnak, akkor ő maga is azt mondja, hogy rengeteget foglalkozott már az aura fogalmával, de még mindig nem tudja egészen pontosan, hogy ez mit is takar Benjaminnál. Na, hát azért mondtam, hogy csak félre merem ezt mondani, de hogy tehát az, hogy a műnek van egy történetisége, a műnek van egy fizikai jelenvalósága, és hogy ennek a megtapasztalása az ugyanúgy elválaszthatatlan a műtől és a mű jelentésétől, mint az, amit egyébként láthatóvá tesz. Azt gondolom, hogy ez az, ami valamilyen értelemben lefedhető az aura egy bizonyos értelmezésével. De ez nem rossz, tehát ez nem negatívunként, ez mint tény. És az, ha jó, akkor mindegy, szóval az az állítás, hogy ez egyfajta újfajta piktorializmus, az mely pontokon érvényes, és te úgy gondolod, hogy minden szempontból vagy bizonyos pontokon van a hasonlóság, de hát azért nem beszélhetünk szerintem arról, hogy ez megfeleltethető lenne. Nem, én sem gondolom. Azt gondolom, hogy én azt nevezem új piktorializmusnak, ahol ez a fajta kritikai viszonyulás a művészettörténeti hagyományhoz, ahhoz, amivel egy adott korszakban mondjuk a művész foglalkozik, mint például Manet a Folie Bergère bárja című képében, ugye a síkkal, a tükörrel, a tér problémájával, a tér ábrázolhatóságának a lehetőségével vagy lehetetlenségével. Ugye ennek van egy nagyon érdekes kritikai recepciója Jeff Wall-nál a Picture for Women-ben, ahol ugye eltűnik a tükör, ami mégis ott van a tér, ami viszont nem válik síkká, miközben az egész mégiscsak egy sík felület, amit ráadásul radikálisan tol az arcunkba, azáltal, hogy egy hátulról megvilágított transzparens anyagról beszélünk, ugye, ami ráadásul még csak nem is egy ilyen papírszerű valami, hanem abban a pillanatban, hogy átvilágítódik gyakorlatilag ebben a belting értelme, a szó szoros értelmében áttetszővé válik, tehát olyan, mintha nem is lenne ott. Tehát nem csak a tükör tűnik el, hanem maga a fotográfiai médium is tűnik el, miközben ezek így összeolvadnak egyé, tehát egyetlen egy felületé záródnak össze. Tehát azt gondolom, amikor Wall-nál ezt látjuk, akkor ez én nem tartom úgy piktorializmusnak, mert a piktorializmus nálam az csak az, ahogyan a 19. század végi, a 20. század elejé művészet, vagy fotóművészet megpróbál hasonulni a különböző festészeti technikák által létrehozott képekhez, ami tulajdonképpen egy ilyen öncélú dolog. Tehát ahol a szépsége az egy ilyen önelvű valamivé válik, és hogy mögötte tulajdonképpen nincs semmi. Tehát hogy az nem a fotográfiáról szól, mint hogy mondjuk Manninak a festészete a festészetről, vagy a Cézanne festészete radikálisan ugye a festészetről szól. A Beltingnél, de hogy egyébként is így a vizuális antropológiában, tehát hogy a fotográfia transzparenciájánál arról van szó, ugye, hogy az ugyanolyan optikai módon jön létre egyébként folyamatilag, mielőtt persze az agyban kép lenne mindegy, mint a látás, tehát hogy analógia egy pontig nyilvánvalóan. Tehát azért transzparens, ugye van egy jelenség, hogy vagy a médiumot nézem, vagy mentális képként magát a képet, amit igen, a médium hordoz. És az átkapcsolás akármilyen gyors, akkor is egy pillanatban csak egy képként. Uh-huh. Ez a festészetben egy sokkal egyszerűbb dolog, mert hogy ott bizonyos korszakokban nyilván törekedtek arra, hogy eltüntessék a kéznek a nyomát. Nem tudjuk, hogyan érzékelték több száz évvel ezelőtt ezeket a képeket. Uh-huh. A lényeg az, hogy a festészetben mégiscsak könnyebben tetten érhető a médium szerűsége, amennyiben a festészetnek is van egy médiális jelleke. A fotográfiában ez kevésbé észrevehető, illetve alapvetően a, és ez nagyon rossz kifejezés, nyilván alapvetően az átlag néző nem foglalkozik ezzel a problematikával, mert hogy ugyanezen a nyelven olvassa és ott sem foglalkozik vele a mindennapokban a képeket. Igen, pont ez azért teszi hozzá Belting egy ponton azt, vagy előlegzi meg a médium transzparenciáját egy ponton azzal,
hogy a művészetben ugye az esztétikai befogadás magas fokú, nem tudom milyen szót használ. Tehát hogy az esztétikai befogadás tárgya lesz az, hogy tudatosítsam magamban a médium jelenlétét. Hát ez egy munka. Ez viszont mindig egy szűk kör. Igen. Akármilyen burzsóvá és dekadens is a Jeff Wall, aki hatalmas pénzekből a drága múzeum tárgyakat. Persze. Persze. Hát, igen, de azt gondolom, hogy nem biztos, hogy erről az elitista szemléletről ebben az összefüggésben feltétlenül le kéne mondanunk. Tehát én hiszek abban, hogy a művészet az bizonyos értelemben szó szerint, ahogy a német szóban is benne rejlik, ugye valamilyen módon a önmagunk művelésének az eszköze, illetve lehetősége. Tehát hogy egy olyan teret nyit meg, amiben olyasmit tapasztaltok meg, ami által gazdagabb leszek érzelmileg, nem tudom, szellemileg, vagy gondolkodásomban, bármilyen értelemben. Tehát, hogy én erről nem mondanék le, és nekem pont ezért van ezzel problémám, és akkor ez a személyes vallomás, ezt nem kell majd fölvenni a magnóra, hogy nekem pont ez a problémám ezzel a fotoművészetnek nevezett valamivel. Most mindegy, hogy ez mi, tehát amit itt megpróbáltam fölvázolni, és csak és kizárólag ebben az értelemben beszélek most a fotoművészetről, hogy nekem ennek nincs mélysége. Tehát ez egy felület. Ez egy nagyon látványos, nagyon dekoratív felület. Rengeteg munka van benne, rengeteg szaktudás kell hozzá, tehát én nem vonom kétségbe azokat a teljesítményeket, amelyek szükségeltetnek ahhoz, hogy egy ilyen mű létrejön. És ezt mindig el szoktam mondani a hallgatóknak, akkor, amikor például nekim szegezik a kérdést, hogy de mi baj van a divatfotóval. Tehát hogy én elismerem azt ahogyan, tehát hogy ez egy nagyon komoly munka egy editoriál anyagot megcsinálni. De azért, mert azt mondja, hogy ez nem része a kortárs művészetnek, attól az még nem egy megbélyegzés. Tehát én nem degradálom le ezáltal a divatfotográfiát. Csak megpróbálom a általam kijelölt helyén kezelni. Tehát ez nem egy ilyen minőségi megjelölés. De én a divatfotóban nem találok semmit, ami engem ebben az előbb említett értelemben mondjuk művelne. Ugye? Tehát az szórakoztat. Ez a célja, ez a feladata, és ez tökéletesen elhátja akkor, hogyha jól van megcsinálva. Ha ráadásul még valami koncepciót is beletolnak, mint ahogy ezt mondjuk a La Chapelle sok egyéb kortársa teszi, az egy nagyon érdekes dolog egyébként, ahogy a La Chapelle az amerikai társadalom nem tudom én, rá valamilyen módon reflektál. Én azt gondolom, hogy ez nála nem egy ilyen manírosság, tehát ezt nagyon tudatosan csinál. Akkor is jó. Mindegy, nem kell, hogy szeressük. Akkor is, ha értem, akkor is kidegvesz ki tőle a babilában. Persze. Tehát ez az, amit próbálok mondani. Tehát lehet abban a koncepció, lehet abban nagyon sok munka, lehet az borzasztó jó. Biztos meg is fizetik a divatcégek, a divatmagazinok. Tudjuk a helyén kezelni. Tehát ez nem egy minőségjelző, hogy az divatfotó és nem divatfotó. Tehát van ilyen, hogy divatfotó művészet? Szerintem nincs. Mint ahogy nincs riportfotó művészet sem. Nem tudom, mi van még, tárgyfotó művészet sem. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, mert ezeknek megvan a maga helye, a maga feladata. Sok munka, tudás, tanulás, nem tudom én, tapasztalat szükséges hozzá, és nyilván attól lesz valami jó, hogy mennyire mondjuk művelt, olvasott, képzett az, aki ezt létrehozza, és lesz mondjuk kevésbé jó akkor, hogyha az illető, aki amúgy technikailag adott esetben ugyanolyan magas színvonalon áll, nem annyira művelt, nem annyira olvasott, nem annyira tapasztalt, nem annyira gondolkodó ember, tehát ott is vannak minőségbeli különbségek, tehát ezt nem lehet tagadni. Ja, ennyi. Jó. Még? Tessék, bátran. Nekem lenne, nem? Igen? Tehát, hogy az Osborne könyve milyen címe? Ha nem tévedek, akkor az a címe, hogy Anything or Not at All. Anything or Not at All. És valami... Hát ez okos vagyok, mert nem írtam föl. Nem, ilyeneket nem kell fölírni.
mi a könyv címe, és úgy járunk, hogy nekem mondták, hogy bemegyek a könyvtárba, akkor ne azt mondjam, hogy nagy sárga vastag könyvet szeretném a második polc aljáról, mert akkor nem fogják a könyvtárosat kezembe adni. De elmondom, hogy barna a borítója, és egy van így rád kép van az elején. Egy ilyen kortárs, tehát a kortárs művészetnek egy ilyen filozófiai megközelítés. Ne, átküldöm majd a címét. Úgyhogy... Oké. Okay. Még egyet, tehát ez a gyakorlán, megint ez a letagadás a, tehát az ismert, tehát onnan kezdte az a történet, azt szerinted miért van egy mítoszteremtés, vagy tényleg azt gondolja, hogy az gáz, amit az előtt csinált? Igazság szerint nem tudom, mert erről nem beszél. Tehát ő nem mondja meg. Én azt egyébként, tehát két művéről lehet tudni abból az időszakból, az egyik az az, amikor egy autónak a anyós ülésén egy kamerával a kezében ül, és akkor felvételeket készít úgy, hogy az autó műszerfala látszik, meg ilyen vancouveri utca részletek. És akkor ezekhez ír ilyen mindenféle ilyen, nem tudom, szövegeket. És akkor ugye képszöveg, tehát ami így a... És akkor van ennél, ezt nem tartom annyira izgalmasnak, azt viszont, amikor leír egy képet, tehát, hogy mondjam, verbálisan vizualizál valamit, és olyan részletességgel írja le, hogy látom a képet, és gyakorlatilag egy Jeff Wall képet látok. Már hogy azért tudom, hogy Jeff Wall kép, mert később csinál 100 ilyet. És akkor hol nők ülnek benne, hol pasik ülnek benne, hol nem tudom, kábeleket tekergetnek, hol halászhálót tekergetnek, de a tér az majdnem pont olyan, mint ahogyan leírja. És ez például egy borzasztó izgalmas dolognak tartom, hogy hogyan lehet nyelvileg úgy megragadni valamit, hogy hát ahogy egyébként a romantika irodalmában ez megtörténik. Tehát, hogy ugye erről a Friedrich Kittler ír több helyen is, hogy látom azt, amiről szó van. Pedig csak szavak vannak leírva. Tehát azt például én borzasztó izgalmasnak tartom, és az be is kerül abba a kötetbe, ami a művészet elanyagtalanodásáról szól. Tehát abban benne van ez a szöveg. És hogy ugye ehhez képest van ez a nagy hiátus, tehát a 70-es évek eleje és 78 között, amikor ő tanul, meg egyetemre jár, meg nem tudom mit ír, doktori dolgozatot ír, és akkor ugye visszatér valamikor 76-77-ben Vancouverbe, és akkor csinálja meg a feldúlt szobát. Ami a maga nemében azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen korszakos és zseniális darab. Az fura, hogy a 80-as években miért lesz egy ilyen radikális fordulatot, és miért lesz egy ilyen dekoratív, nekem nagyon maníros valami vé az, amit Jeff Hall elkezd csinálni a 70-es évek végén. Tehát nem tudom, hogy miért tagadja meg. Pont ugyanúgy, ahogy mondom, ezt a korábbi viszonyát a fotográfiához, ezt is megtagadja. Tehát azt mondja, hogy innentől kezdve én nem művész vagyok, hanem fotoművész vagyok. És nem értem. Tehát oké, hogy van egy ilyen dokumentaristának látszó fekete-fehér sorozata, ami mind megrendezett, és nagy formátum ugyanúgy, és mit tudom én, micsoda. Meg elkezd ilyen kompozíciókat csinálni, amikor a mosogatót azt úgy fényképezi le átlóba, hogy az úgy jól nézzen ki a képen. Tehát, hogy ezek nekem már nem, egyáltalán nem olyan erős munkái, mint a koraiak. Hiába van némelyik mögött ott mondjuk Kafka, vagy nem tudom kicsoda, a Giorgione és mások, tehát nincs az erő benne. Amikor olyan nagyszabású, filmes, stábos, mondjuk szabadtéri képek vannak, azok kilapoltatás felemmel. Aha. Az még egy érdekes dolog, tehát az amikor elkezd a tájképpel foglalkozni, azt még azért izgalmasnak tartom, mert ott megint van valami, ami őt mozgatja, és akkor megint van valami, tehát hogy a kép nem csak arról szól, hogy ott valakit kidobnak a házából, mert nem fizeti a bérleti díjat, és olyan a rendőr, és kirángatják, hanem ott megint van egy koncepció, és megint van valami, ami nem csak vizualizál, hanem a műben történik meg. Ugye, tehát ahogy, csak hát ugye megint az a kérdés, hogy ha már ezt lefuttatták egyszer a 70-es évek közepén az új tájkép kiállítás kapcsán, akkor most hogyan kapcsolódunk ehhez az egész problémához a 80-as évek végén? És ugye az egészet nekem utólagosan azt teszi problematikus, amikor megcsinálja ezt a 2004-es, vagy mikori képet, amikor bérbe vesz egy lakást Vancouverben, és beköltöztet egy nőt egy évre.
És akkor ott ugye az ablak kivágatban a Vancouveri kikötő látképe, az egy digitális montázs. Tehát én ezeket már nem értem. De hát ez biztos az én magam. Okay. Az valami ilyesmit beszél rólam, hogy az még belefér neki, mert hogy ez így van. Tehát, hogy lényegében egy képkeretbe avatkozik bele azzal, hogy az ablakon túllévő látvány az nem az, ami az eredeti helyszínen szerepel. És azt gondolom, hogy ez bocsánatos még, tehát hogy megvettem. Ja, nem az a baj, hogy Photoshop, csak nem értem, hogy mi vagy nem, igen, nem látom be, hogy mi az értelme. Hogy így rossz helyen bérelte a lakást, vagy nem volt jó a kilátás, vagy nem ott volt az utca lámpa, vagy nem tudom. Nem látszottak a teher daruk. Tehát nekem már a Hokusai homázsal is van gondom, pont ezért, mert hogy én csak feltétezem, hogy miről szól az eredeti akvarel, mert ez a japán művészet, ez nagyon távoli világ, de hogy az az erő, ami abban a rajzban, vagy igen, nem tudom, akvarelben benne van, az nincs meg a Wall-nak a képében. És innentől kezdve ugyanaz a kérdés, hogy jó, de akkor ez mi? Tehát miért van az, hogy a fát beülteti, de a papírokat meg csak oda photoshopolja, meg a pasikat oda photoshopolja? A kalapot azt nem belejtett volna horgász, majd nem tudom, darulrólogat. Nyilván az a probléma, hogy a festészet, vagy a hagyományos képjábrázolás, rajzfestészet, mindegy, annak az erejét bizonyos értelemben vannak korlátai a fotográfiának ezzel szemben. Na jó, de akkor miért nem olyat csinál, ahol ez nincs? De.